Köszöntöm a Berente TV nézőit! Mostani adásunkban interjúkat láthatnak a Berentei Képviselőtestület tagjaival, amit 2020. áprilisától kezdve készítettünk. A vírushelyzet miatt nem lehet testületi üléseket tartani, így nem volt alkalmunk tájékozódni az aktuális helyzetről. Valamint szeretnénk bemutatni az új képviselőket is, ezért kértünk tőlük néhány fotót és egy rövid önéletrajzot, amit az interjúk előtt láthatnak. Az interjúk során volt olyan személy, aki most először állt kamera előtt, ezért picit izgultak. Kérjük, ezt nézzék el nekünk. Kezdjük is mindjárt Sólyom Sándorral. Sólyom Sándor 54 éves sajószentpéteri lakos. Tanulmányait a miskolci Herman Otto gimnáziumi érettségit követően a Sárospataki főiskolán könyvtárszakon, majd a Debreceni Egyetemen végezte művelődés szervező szakon. Rendelkezik ezen kívül egy Európai Uniós pályázatírói képesítéssel is, amit a Fővárosi Kommunikációs Főiskolán szerzett. Néhány év pedagógusi pályát leszámítva, 3 évtizede már, hogy a közművelődésben dolgozik. Volt könyvtáros a Kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központban, majd művelődési házak vezetője volt Sajószentpéteren és Sajóbábonyban, de dolgozott a híres Kocsonya Fesztivált szervező csapatban is. 2 éve, 2018. januárjától településünk művelődési ház és könyvtárigazgatója. Hobbija a különböző sport és kulturális programok látogatása, valamint a sakk és a túrázás. Ugyan a Berentei testületnek új tagja, de már 4. alkalommal lett képviselő. 2 alkalommal volt szülővárosában, Sajószentpéteren, illetve legutóbb, korábbi munkahelye településén, Sajóbábonyban. Azaz bőven van már tapasztalata a közigazgatás, az önkormányzatiság területén, amit remélhetőleg Berente javára is tud majd kamatoztatni. Köszöntöm Sólyom Sándort, most ebben az esetben nem mint művelődési házigazgató, hanem mint képviselő. Az elmúlt percekben láthattuk az ön életútját, most mint képviselő szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja Berente eddigi életét, múltját, jelenét, és esetleg mint képviselő milyen jövőt lát a település előtt. Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit, a Berente TV nézőit. Sólyom Sándor vagyok, a művelődési ház vezetője, itt a új képviselőtestületnek új tagja. Én sajószentpéteri vagyok, a korábbi évtizedekben már voltam többször képviselő, ha még ez nekem az első alkalom is Berentén, de ez nekem tulajdonképpen a 4. választási ciklusom, tehát valahol már egy kellő tapasztalattal felvértezve úgy érzem, tudtam ebbe a munkába belefogni. 2 éve dolgozom Berentén az intézmény vezetőjeként, de úgy gondolom, hogy nem ismeretlenként jöttem a településre olyan értelemben, hogy ne ismertem volna többé-kevésbé a települést. Nagyon sok ismerősöm, barátom volt már itt korábban is. Hát a település múltja az nagyjából, gondolom, mindenki számára közismert. Itt a berentélyeknek nem biztos, hogy nekem kell a települési történetét felvázolni, de azért esetleg a elmúlt 20 évre visszahaladva, ugye Berente önállóvá vált, levált Kazincbarcikáról, és onnantól kezdve az önállósodás útjára lépve egy felfelő ívelő pályán van, amely tulajdonképpen azóta is tart. És sokkal, de sokkal fejlettebb, mind infrastruktúrában, intézményekben, a közterületeiben, minden szempontból tekintve, addig, amíg ő közösen élte életét Kazincbarcikával. Tehát ez volt az elmúlt 20 év, és akkor ön, mint képviselő, mit szeretne megvalósítani az elkövetkezendő években? Mint minden lakos, meg minden képviselőjelölt, azok is, akik végül nem kerültek be, tulajdonképpen olyan elképzeléssel indultak, hogy szeretnék, ha a település javát szolgálna a tevékenységük, szebb lenne, élhetőbb lenne. Ilyen gondolatokkal vágtam én is bele annak a útjára lépve, hogy képviselőnek jelöltetem egyáltalán magamat.
Szépek a település közterületei, de hogy szokták mondani, mindig van hová fejlődni. A település gondnokság nagyon szépen, ötletesen kitalálva jobbnál jobb gondolatokat, ezt meg is valósítja. Ha egy kicsit visszamegyünk az adventi időszakra, akkor manók és őzikék lepték el a települést, húsvét környékén a nyuszik, most pedig használt kerékpárok nagyon szépen helyre lettek hozva, és virágokkal ízlésesen feldíszítve nagyon szépé teszik a települést. A választási programomban, hogy egy kicsit nagy szavakat használják, én elég sok mindent leírtam konkrétan, igyekeztem próbálni az általánosságokat kerülni. Én úgy gondolom, hogy azért, hogy Berend esetleg egy ilyen méretű település lévén másokhoz hasonló eltérően jobb anyagi körülmények között működik, az még nem feltétlenül azt jelenti, hogy esetleg egy kicsit felelőtlenül is lehet gazdálkodni, hanem költséghatékonyságot azért szem előtt kell tartani. Ebből a meggondolásból került sor a non-profit Kft.-nek az átalakítására, mert úgy gondoltuk, hogy ez a tevékenység, amit végeznek, sokkal kevesebb összegből, költséghatékonyabban is, de nem a munka rovására menve is elvégezhető. Illetve azért is lényegében ez az évünk úgymond sajnos rámegy arra, hogy egy kicsit rendbe tegyük a kasszát, ugyanis úgy gondolom, hogy az előző település vezetés egy kicsit, talán nem véletlenül, hiszen választási volt, egy kicsit túlköltekezett, és azok az utcákra is több százmillió ment el, ami nem feltétlenül indokolta a felújítást, vagy 2-300 millióból megépült egy napelempark, aminek egyébként olyan konstrukcióban működik, aminek hát lehetne kicsit hatékonyabb is a működése, hogy én úgy gondolom, hogy az árát az én életemben, pedig én nem tartom magamat az 54 évemmel egy idős embernek, az életbe nem fogja visszahozni. Ugye közben teljesen váratlanul az egész világot felforgatta ez a koronavírus járvány, ez is nagyon megfogta a büdzsénket és hát az egész tevékenységünket, illetve hát azért is óvatosan kell mindig terveznünk a pénzkiadást, az intézmények működését, amelyek a korábbi évekhez képest kisebb költségvetésen működnek, hiszen a kormány az utóbbi időben, aki követi a híreket, biztos látta, hallotta, hogy azért szeretne egy kicsit, hogy úgy mondjam, a helyi iparizési adóba belebabrálni. És ha ebből lesz valami, azért egy kicsit előre kell gondolkodnunk, és nem felelőtlenül elkötelezettségeket vállalni, hogyha esetleg egy váratlan tolvonással megszűnnének az anyagi lehetőségeink, akkor pedig hát igen nehéz helyzetbe tudnánk kerülni. A fejlesztésekre visszatérve úgy gondolom, hogy mint kultúrába dolgozó szakember egyik szívem csücske a szabadidőpark, hiszen a főtér, a kastélykert felújítása után a nagy rendezvények kikényszerültek úgymond a tó melletti szabadidőparkba. Ott jó lenne minél több infrastruktúrális fejlesztést végrehajtani. A napokban el is készült ott egy faház, amely kulturáltabbá teszi az ott dolgozók, szervezők munkáját, illetve akár a fellépők dolgát is, hogy egyáltalán normális helyen tudjanak átöltözni a műsorhoz. Jó lenne oda kivezetni az ivóvizet, akár ott a tó környékén egy kisebb kalandparkot is el tudnék képzelni, tehát olyan fejlesztéseket, amik még jobban odavonzák az embereket a különböző időszakban, nem csak május 1-én vagy augusztus 20-án. Egy nagy falat, az minden ciklusban tulajdonképpen elhangzanak az ígéretek között maga a kastély. Ugye a főtér a kastélykert felújításra került, a kastély várna még arra, hogy ő is méltó küllemben jelenjen meg, és hát bizony a helyiségeket kell majd tartalommal megtölteni. A Gagarin úti lakótelepnek régi szívfájdalma elsősorban a gépjármű tulajdonosoknak, hogy több lehetne ott a parkoló. A közelmúltban meg is néztük a területet, különösebb kiadás, nagyobb költség nélkül megvalósítható, ott 3-4 autó plusz még tudna parkolni.
Többször említettem már az itteni tevékenységem során, így most is megemlítem, hogy sajnos Berentén nem igazán vannak olyan emlékművek, legyen ez Trianon, 1848-as vagy 1956-os ünnepünkhöz kapcsolódó szobor, emlékmű, ahol esetleg méltóképpen tudnánk nemzetünnepeinket megünnepelni, és egy olyan közös akarat körvonalozódott a közelmúltban, hogy esetleg azt a területet, ahol most a buzgarás van, elbontásra kerülne, és egy ízléses közterület, park kerülne kialakításra, ahol mindhárom nemzeti dátumunkhoz kapcsolódóan valamilyen szobor, emlékmű kerülhetne kialakításra. Talán hirtelen ezeket tudnám megemlíteni a legfontosabbakat, amik az én gondolatomban megfogalmazottak, illetve a tóhoz visszatérve még, itt Berentén van egy nagyon aktív túracsoport is, amelynek én is tagja vagyok, és még olyanban is gondolkodunk páron, hogy esetleg ezzel is jobban felrakni Berentét az idegenforgalom a kirándulóknak a térképére, hogy egy tanösvényt, egy jelzett túraútvonalat esetleg elindítani a tótól, a Bükk irányába becsatlakozva a korábbi évtizedekben már kijelölt többi útvonalhoz, és ezáltal is esetleg több vendég megfordul a településen, és meggyőződhet róla, hogy ez egy nagyon szép község. Az ön választási plakátja volt szinte a leghosszabb, a legtartalmasabb, tehát több mint két oldalon keresztül sorolta esetleg a feladatokat, amit szeretne majd elvégezni. Talán ennek is köszönhető, hogy a település 33%-a találta önt alkalmasnak, és rakott X-et a neve mellé. Milyen posztot tölt be jelenleg a képviselőtestületben, és milyennek érzi a viszonyát a többi képviselővel? Igen, igyekeztem részletes, konkrét lenni, ahogy már említettem az imént a választási programomban, hogy lássák a lakók, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok helyi lakos az indulók közül, hogy én ezt komolyan gondolom, jól ismerem a települést, és nem csak beülni szeretnék a testületben, és ott jól eltölteni az elkövetkezendő 5 évet, hanem nagyon aktív tagja lenni a testületnek, amely tevékenységet kifejteni a település javára minden szempontból. Új bizottság is alakult, korábban csak pénzügyi volt, most szociális bizottság is alakult az alakuló ülésen, és én ennek a szociális bizottságnak lettem a tagja, ahogy a neve is mutatja, elsősorban szociális ügyekkel, szociális kérdésekkel foglalkozik ez a testület. A többiekhez való viszonyom, én úgy gondolom, hogy kifogástalan, ismertük már addig is egymást, hogy úgy mondjam, mielőtt képviselők lettünk, én úgy gondolom, hogy egy eléggé egységes, egy irányba húzó csapat alakult ki, és ez mindenképpen meg fog mutatkozni majd ebben az időszakban, tehát én nem egy torzsalkodó, civakodó, és ezzel előre nem haladó testület, előre nem haladó település képe van bennem, hanem egy olyan, aki az 5 év végén elmondhatja magáról, hogy különösebb zökkenőmentesen eredményesen tudott tevékenykedni a közjavára. Kormányzati intézkedésnek köszönhetően tilos testületüléseket tartani. Képviselőként hogyan tudja most segíteni a települést? Igen, amíg vészhelyzet van és ez visszavonásra nem kerül, addig hivatalos testületüléseket nem lehet tartani, hanem polgármester úr dönt lényegében mindenben, de ez sem pontos olyan értelemben, hogyha hivatalos ülés nem is lehet tartani, ettől függetlenül nagyon sokszor összejövünk, sokkal többször, mint egy hónapban egyszer, amikor ugye testületülést kell tartani, hanem informális ülésnek szoktuk általában nevezni, tehát minden héten akár kétszer, többször is összeülünk, ha a helyzet megkívánja, hiszen ebben a vírusos világban szinte napról napra változik a helyzet, és összeülünk, és hát nagyon demokratikus módon polgármester úr, annak ellenére, hogy most jogilag egy személyben van a kezében a döntés jog és felelőssége, mindig összehív minket, korrektül végig beszéljük a különböző témákat,
hogy tényleg olyan döntés szülessen, ami a többi képviselő egyetértésével is találkozik. Nincs ebben semmi probléma, hiába rendkívüli a helyzet. Így az interjúnk végére tudna esetleg egyetlen egy olyan dolgot kiemelni, amit az elkövetkezendő években mindenképpen szeretne megvalósítani, és esetleg ön egyedi ötlete ez? Hát én a hirtelennyében a kastélyt tudom említeni, de hát az végül ez nem egyedi ötletem, ez más képviselő is úgy gondolja, sőt korábbi ciklusokban is elhangzott már. Ennek a kastélynak a külleme ugye a szemmel láthatóan azért hagy kívánni valót maga után, pláne egy megszépült környezetben ez még jobban kirívó. Ezt kellene valahogy felújítanunk önerőből, pályázati pénzzel, és hát mivel a kastélyban sok olyan helység van, amit be kell majd rendezni, tehát ötletekkel végig gondolva olyan tartalommal kell majd megtölteni a kastély helyiségeit, hogy az szívesen látogasson oda be, és tekintse meg az ott berendezett kiállítást, mind a helyi érdeklődő, mind a településre jövő. Ez legyen egy tájház jellegű szoba, hiszen ez is régi fájdalma, kívánsága a lakosságnak, vagy a Szepesi családnak egy emlékszobája, hiszen övék volt a kastély, de nagyon sok festmény létezik egyébként, amely Berente települést ábrázolja, tehát sok minden van, amivel tartalmasan be lehet rendezni majd egy felújított épületet úgy, hogy oda szívesen betérjen az ember. Ha már mindenképpen valami egyedit akarok mondani, talán az én részemről hangzott el egyedül a választás során egy kálvária. Tehát itt a korábbi testületnél megfogalmazódott már egy kilátó ötlete, közösen egy túraútvonal, egy tanösvény indítása a tótól, akár a kilátó irányába, ha lesz belőle valami, illetve hát a bükk irányába, illetve talán ide lehetne egy ilyet is, ez még egy éke lehetne a településnek, és még egy vonzerő, ami miatt szívesen járnának arra a településre érkezők. Köszönöm szépen az interjút, képviselő úr, és sok erőt, kitartást, és sok-sok sikert kívánok az ön munkájához. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek szép napot kívánok ezekben a vészterhes időszakokban, és maradjunk otthon. Köszöntöm Iski István képviselő urat, köszönöm, hogy itt otthonodban is fogadtál minket. 6 hónap telt el a választások óta, ezért jöttünk el hozzád is. Azt szeretném megkérdezni, hogy képviselőként hogyan látod az elmúlt 6 hónapot? Hát, hogy is fogalmazzak. Elég kemény volt az elmúlt 6 hónap. Főleg azért, mert amikor átvettük, a testület munkája elkezdődött, bizony olyan dolgokkal kellett szembesülnünk, amik hát nem voltak jók. Bár annak idején a programomba én azt belevettem, és rajta is voltam, hogy gazdálkodás rendbe kell tenni. Igen ám, csak arra nem számítottunk, hogy a gazdálkodást olyan szinten kell lesz belenyúlni, mivel a kassa úgy állt, hogy igencsak meglepődtünk, hogy a működési kiadásokra elég lesz-e, amíg majd a következő év tavaszán, tehát ugye idén március végén az első feltöltések megérkeznek. Ezért voltak kemény döntések, nagyon amik a lakosságot érintették, ezért nem is kaptunk szép szavakat, nem is csodálkozom rajta, ezt tudtuk előre, hogy így lesz, mert meg bizonyos szempontból ugye el kellett kezdeni egy kicsit a költségeket rendbe tenni. Ez kezdődött ugye a non-profittal, a non-profitnak tulajdonképpen nem is mint céggel volt baj, hanem a működésével, és főleg a pénzügyi működésével. Ezt a bejárások meg a választási időszak alatt is, mielőtt találkoztunk a lakossággal, sokan felvetették, hogy ennek a működése így nem jó. Na most ezért került erre sor, hogy ezt meg kellett lépnünk, hogy egy költséghatékonyabb és rugalmasabb gazdálkodás folyjon, mert ugye azt tudni kell, hogy egy KFT az mindig rugalmatlanabb. Tehát bizonyos szempontból jó is, meg nem is.
De azt, hogy egy ilyen céget csak az önkormányzat tartson fel, gyakorlatilag bevétele alig van, és minden egyéb tevékenysége viszi a pénzt, azt hosszabb távon nem is lehetett volna fenntartani, bár ebbe, ha megnézzük a tavaly őszi ászjelentéseket is, abban már felhívja a figyelmet, hogy a veszteséges gazdálkodásokat fel kell számolni. Képviselőként milyen pozíciót töltesz be a testületbe, mely bizottságnak vagy tagja? Hát nekem olyan szerencsém van, hogy én mindkettőben benne vagyok, mivel ugye aránytalanság ne legyen. Eredetileg úgy volt, hogy a pénzügyi bizottságba kértem is, hogy csak mint tagot legyek, de aztán mondták, hogy hát akkor vállaljam el a szociális bizottságotnak a tagságát is, mivel ugye nem volt külsős, és ezért akkor így Zsuzsával meg Sanyival, Sólyommal hárman, úgyhogy én mind a kettőben benne vagyok, tehát egy pluszt kaptam a nyakamba, ami amúgy nekem nem volt idegen, mert még a rendszerváltás előtt, amikor még Hangácson éltem, akkor én több ciklusban voltam a képviselő, tehát a tanácsi időszakban is, sőt, utána még az első szabadon választott önkormányzatoknál is, amiről a fiúknak mutattam a paksamétámat, hogy azért én már nem most kezdtem ezt el, tehát akkor is ugye pénzügyi és szociális bizottságot vezettem, tehát tudom, hogy ma akkor is milyen problémák voltak, és milyen nehéz dolog az, amikor olyan döntéseket kell meghozni, amik bizony embereket és családokat érintenek. De valahol meg kellett húzni a határt, mert ahogy itt az elmúlt időszakban folyt, az nem jó irányba ment. Véleményed szerint milyen változások várhatóak akár állami szinten, amik fogják érinteni Berente költségvetését is? Gondolok itt például az iparűzési adó elvételére. Hát ha ez bekövetkezik, az nagyon nagy baj lesz. Éppen elég az, hogy most a koronavírus miatt is a cégek ugye azért félgőzzel mennek, és nekünk, mint az egyik legnagyobb adófizetőnk ugye a BC, a BC-nél is vannak, hál' Istennek nem állt le a termelés és megyen, de ugye azért nem úgy mindegy, hogy milyen mennyiségbe, és azért ez az adóbevételt azt megszabja. Az árbevétel ugye megszabja az adóbevételt. Na most bízunk benne, hogy átvészelődik, vissza fog tudni kapaszkodni. Na most az, hogy gazdasági övezet létrehozásával mi lesz, hogy lesz, hát nem lenne jó, ha megérnénk, mert akkor ez beláthatatlan következményekkel jár. Többiektől is megkérdeztük, hogy szerinted tapasztalt szakemberként milyen olyan szigorú döntésekre lenne szükség, milyen elvonásokra, esetleg átszervezésekre, ha ez mégis bekövetkezik? Hát ami a legnagyobb veszély, ha ez bekövetkezik és a pénzügyi helyzetünk olybá válik, hogy finanszírozási gondok lépnek fel, és ha még mi mindig elég tőkerősek vagyunk esetleg ugye egyéb adóbevételekből, de a működést tudjuk finanszírozni, amihez legelőször hozzá kell nyúlni, ami a legkegyetlenebb, a szociális hálóhoz. Ez érinti a lakosságnak a lakatási támogatását, mert ugye ez az első, amit nem engednek meg tovább, hogy ez ne lehessen hozzányúlni. Valamint ott van a másik dolog, ami megint nagy, a Szentborbálának, tehát a Bionak a működése. Ami annak a fenntartási költség az üzemeltetésre az önkormányzatnak nagyon sokba kerül. Ezt elmondtuk a lakosság felé is, hogy bizony, amikor az ember meglátja azt a számtanpéldát, hogy 159 millió forintot kell hozzátenni a költségvetéséhez, az bizony nagyon nagy szám. Ez éves szinten? Ekkor össz? Éves szinten. Ez most egy kicsit meg lett faragva, de ez is inkább nem úgy megfaragva, hanem olyan szinten, hogy mivel évek óta nem volt térítési díjemelés, ugye most bizonyos térítési díjakat megléptünk, de ez messze nem fedezi azt, amit az elmúlt években az infláció. Tehát na most itt is beszélhetnénk akkor a gazdálkodásnak egy bizonyos formájáról, hogy miért volt ez így. Képviselőként hogy érzed magad az új testületben? Bejöttek el számításaid választások után? Hát én jól érzem magam, mert ugye többen voltunk, akik egymással beszéltünk. Én megmondom őszintén, nekem eszembe ágába se volt indulni.
Mindig kértek itt az utcába is, többfele is, meg most ugye akikkel együtt is vagyok, hogy hát indulj már el. Én elindultam, nem is gondoltam abba. Tehát el kell azt mondtam, hogy jó van, nyugodjatok meg, hát ha bekerülök, bekerülök, ha nem, nem. Ha bekerülök, akkor úgy is azt mondtam, akkor fogom úgy végezni a munkámat, amit az eddigi tapasztalat alapján, és megpróbálom a legjobbat kihozni, amiket az önkormányzat működése szempontjából meg kell tenni. Képviselőként van-e bármilyen olyan terved, álmod, amit szeretném megvalósítani közeljövőben? Hát ugye amit eldöntöttünk, meg volt róla szó, meg nem is igazából a döntés még, de előkészület, hogy ugye kialakítani egy olyan emlékparkot itt a régi garázs helyén, a buszgarázs helyén, ami trianoni, mert nincs egy normális Petőfi emlékművünk, nincs egy semmi olyan, ami a főtér felújítódott ugye úgy, ahogy az, na, úgy, ahogy felújítódott. De az, hogy ugye nem került rá világítás, meg ilyenek, amit te is tapasztaltál decemberben, hogy mit kellett lépni, de az nem megoldás. De amit én szerettem volna, én mindig azon monfordíroztam, hogy hogyan lehetne a bioba a lakosság részére nyújtott egészségügyi támogatást áttenni úgy, hogy TB támogatottá, hogy ki lehessen szélesíteni. Hát sajnos az eddig információ szerint valahogy ez igen nehéz és nem megy. A TB teljesen elzárkózik előle. Részben érthető is, mert ugye ha itt ez megindul és ide kell adni támogatást, akkor többen fognak idejönni, ugye a szakellátások nem mennek, ez meg mindenkinek pénz. Hát ezt szerettem volna, de azon felül ugye amit mondtam is régebben is, hogy egyszer már le kellene zárni a kastélynak a ügyét. Mert az idáig olyan horribilis összegekben van benne, az elmúlt 10 évet vegyem alapul, de mert ugye nagyon jól emlékszem arra az időre, amikor még kezdetén ugye megvolt a leválás, és akkor ugye még ott a lakások, meg, de ugye még a mai napig is ott laknak benne, most már kivásárlódik, építettődött helyette, lassan majd csak átkerül, és ugye ott be lehet szendezni, ami volt is az elképzelés, hogy én azt mondtam, hogy azt egy olyan kulturális célra fogjuk, kell lesz használni, ami a lakosság igényeinek megfelel. Már több szó esett a kastélynek a további hasznosításáról. Ott számtalan terem, lakás, illetve egyéb helység állott rendelkezésre, hogy talán több is, mint amire szükség van. Hogyan lehetne akkor ezt esetleg használni, hasznosítani? Hát most ugye az első üdembe, ami a földszint felszabadult, azt volt rá érdeklődés, hogy meg a lakosságnak is volt igénye, hogy a fodrászat, vagy kozmetika, vagy ilyen szolgáltatás, ami a, főleg a, nem csak nők, hanem férfiak részére is. Na most van is egy hölgy, aki megnézte, azt mondta, hogy meg is felel neki, és most ugye emiatt a helyzet miatt van az, hogy egy kicsit úgy leállt minden, hát bízunk benne, hogy vége lesz, és akkor egy jelképes bérleti díjért odaadjuk neki, amit ő majd tud hasznosítani, és akkor ezzel is elő tudjuk segíteni, hogyha megfelelő szintű ellátást tudnak itt a lakosság, a berentei lakosság részére nyújtani, akkor ez már egy pici előrelépés a szolgáltatás terén. A többi helységeknek ugye majd még vannak elképzelések, de szerintem ezeket majd, ahogy szabadulnak fel, összedugjuk a fejünket, és meglátjuk, hogy mi az, amit érdemes beleinvestálni, és akkor egy olyan közösségi teret kialakítani, ahol megfelelő lakossági életet lehet folytatni. Amikor megérkeztünk, akkor is a kertből jöttél föl, látom, hogy csodaszép kerted van, és mondtad, hogy jelenleg is nyugdíj mellett is komoly feladatot, komoly munkát válasz a Berente határában épülő anilin gyárból. Ugye tudjuk, hogy sok mindent nem szabad elárulnod ezzel kapcsolatban, de tudnál-e esetleg pár szót mondani a lakosságnak, hogy mi is ez az anilin, hogy kell-e egyáltalán félni nekünk ettől, vagy bármiét, amivel esetleg meg lehet nyugtatni a lakosságot a gyárral kapcsolatban? Hát sok mindent tudnék mondani, de úgy most azon visszagondolok arra, hogy ment a lakossági tájékoztatók.
a BC részéről ugye, meg még nem is fejeződött be, mert ugye majd, amikor ezek olyan szintre érnek, ugye mindig megfelelő tájékoztatást nyújt a BC ezzel kapcsolatban. Na most ugye mondhatom azt, hogy vannak emberek, akik elfogadják, vannak, akik nehezebben fogadják, van, akik egyáltalán nem. Na most én erre csak azt tudom mondani, hogy én 46 évet húztam le a vegyiparba. Kezdtem szakmunkásként, a végén üzemvezetőként jöttem el a nyugdíjba. Most volt róla szó, hogy nem gondolnám meg magam, hogy tanácsadóként visszamenjek egy picit dolgozni. Hát gondolkodtam rajta, úgy döntöttem, hogy visszamentem, most pont ennél a Anilin projektnél segítem a beruházást, meg a technológusokat, akik ott vannak, meg majd a leendő csapatnak a betanítása, hogy azért megfelelő legyen. Na most az Anilinről annyit, hogy az Anilin egy alapanyag. A Borsodkem 1980 óta gyárt MDI habokat. Ezek az úgynevezett kemény habok, a púrhabok, mindenki ismeri, aki itt van a környéken, sokan dolgoznak Berentől is ott. Na most, jelenleg az alapanyagot külföldről kell behozni. Hozzá ezt az anilint. Na most ugye hosszabb távon a kapacitásbővítések miatt az nem mind megoldható, mert ugye Csehországban, ami van egy gyár a BC-n, Borsodkemnek, aznak véges a kapacitása, most jelen nagyon tengeren túlról hozunk elég sokat, ami ugye sokba került. Tehát célszerűbb volt az, hogy ne ezt az utat kövessék, hanem, de ez már terve volt régen, tehát 2005-től terve volt, hogy későbbiekben meg kell építeni, hogy most veszélyeiről. Minden vegyipari tevékenység veszélyes. De én azt látom most, hogy megvett a Borsodkem két nagyon komoly technológiát, tehát a világ legjobb két technológiáját, tehát a úgynevezett MNB, tehát monoitobenzol, valamint az anilin gyártása, akik több tíz üzemel nekik a világon, biztonságosan üzemelnek, és jó hatásokkal működnek. Na most ezek az üzemeket már nem úgy kell elképzelni, hogy itt pöfögnek jobbra-balra mindenfele. Itt már annyira, tehát eleve az, hogy ugye DCS rendszeren megyen, tehát számítógép irányítással megyen az egész, a kezelők megfelelően kiképzett, műszerezett, az automatikája olyan, meg a maga az egésznek a logikai rendszere úgy van felépítve, hogy a legkisebb hiba esetén is ugye beavatkozik emberi hozzányúlás nélkül, tehát lényegében emberi beavatkozás nélkül megteszi azt a dolgot, amit neki meg kell tenni, ami a programjába be van írva. Tehát sok mindent ki lehet már védeni ma olyanokat, és akkor most mondjam azt, hogy ugye most csináltuk a felülvizsgálatokat, tehát veszélyességi szempontból, és akkor el kell menni mondjuk 10-5-enig, hogy még ha esetleg is bekövetkezhetne, vagy van-e rá esélye. Tehát ezek olyan relatíve nagy szabad, tehát kis számok, de ugye olyan nagy, ha a tághatárok között van. Én, aki benne voltam, meg ott vagyok benne, én most is azt mondom, hogy nem kell félni. Én dolgoztam vele igen sokat, még Sajó Bábonyban is, mert azért ott dolgoztam 32 évet, mielőtt ide elkerültem. Úgyhogy ismerem az anyagokat, és talán azért is nem tartok annyira tőle, mert ugye általában azok az emberek tartanak jobban, akik nem ismerik és nem tudják. Na most ezért fontos az, hogy ugye, amit meg is tettek, meg is tesznek a bécések is, hogy a lakosság felvilágosítása, meg itt is meg, hogy azért tudják azt, hogy mivel van dolguk. Na most, mert ugye itt a elmúlt időszakokban, tavaly szeptember is, hogy mentek a tájékoztatók, ugye volt, aki mi van, ha felrobban? Hát az üzem, a világon még sehol nem robbant fel egyetlen egy ilyen anilin üzem se. Hát reméljük, nálunk is így lesz. Az anilin gyár építése kapcsán nagy port kavart, vagy felháborodást keltett az ipari út lezárása, és az ipari út lezárása kapcsán merült fel a kérdés sok emberben, hogy vajon véleményed szerint tervezheti-e a Borsodkem, hogy a most meglévő 26-os utat esetleg azt is lezárja és saját célra használja? Kizárt dolog.
kizárt dolog szerintem. A 26-os egy főközlekedési útvonal. Na most gondolj bele, hogyha tegyük fel, azt mondaná a Borsod-Kem, hogy innen az 5-ös portától vagy a 23-astól lezárja. Akkor hol fog ide közlekedni? Ő hol fog bejönni? Mert ha itt nem lesz leágazása a új 26-osnak, ami most nem nagyon van benne a tervben, nem tudunk róla, az eredeti beállítólag volt, hogy itt hogy a hátsó berentei bejárata volt, na de most erről szó sincs, akkor hogy fogja megközelíteni? Meg olyan nincsen, hogy akkor buszfordulókat minden, nem, erről ez kizárt dolog szerintem, ez szó sincs róla. Pont az, hogy neki a kellett az iparút, amit megegyeztek, ugye is megvett, ott fel is vannak építve a kapuk, ott rendes bejárat, mert ugye annak a bejárata, tehát a portái annak a két oldaláról lesz. Azért kérdeztem a 26-os utat, mert körülbelül 15 évvel ezelőtt még talán Kovács F. néven volt az igazgató úr, már akkor voltak kész tervek erre a elkerülő útra, ami a Sajópart mentén ment volna, és abban a néhai Juhász József polgármester úr kijelentette testületülésen is, hogy a Borsod-Kem tervezi a 26-os lezárását, talán ezért is félnek, hogy ez most már megvalósul. Hogy mi volt 15 évvel ezelőtt, az egy dolog. Benne voltam, tehát tudom. De azért gondoljon bele mindenki, hogy a vasutat hogy kerítené le? Hogy lenne a vasúti bejárat, hogyha a 26-ost ott betenné egy vasútot? Nem lehet. De azzal akkor ugyanúgy ketté választotta a Borsod-Kemet, ugye a 4-es telep felé, meg a jelenleg 1-2-3-as telep felé, akkor ugyanúgy szétválasztotta, mert akkor azt egy különálló kétoldali fallal kellett volna megcsinálni. Tehát ez én nem is, az, hogy mi volt annak idején, róla szó, hogy csökkenteni annak az útnak a forgalmát, és esetleg majd későbbiekben, erre emlékszem nagyon jól, de akkor az volt, hogy akkor itt keresztül meg kell csinálni a Berente elkerülőt. Tehát ami Barcikán, mostani új épületek, amik ment ott a temető másik oldalán fel, hogy addig ment volna ki. De ugye ez nagyon hamar elvetődött. Tehát én ilyesmiről nem is hallottam, de szerintem ez biztos, hogy nem lesz. Az továbbra is megmarad egy közlekedési útvonalnak, mert meg kell, hogy maradjon, mert különben akkor hogy jönnek be ide a, mondjuk ebbe a WC-nek ehhez a végéhez, vagy ahhoz a végéhez. Ott az új, az iparútnak a kapuihoz, a dolgozók hogy jutnak oda, vagy hogy jutnak oda a szakemberek. Hát reméljük, hogy erre nem kerül sor, és így a sok gyárépítése kapcsán is így végezetül szeretném megkérdezni, hogy képviselőként, illetve technológus, technikai szakemberként hogyan látott településünk jövőjét, mondjuk az elkövetkezendő 5-10 évben? Hát erre csak annyit tudok válaszolni, hogy minden attól függ, hogy kormány szinten milyen döntések fognak hozni. Amennyibe pozitív döntések születnek, tehát abban az értelemben, hogy megmarad a jelenlegi formájába, vagy egy picit módosítva, bár így is elég kemény most már, mert ugye az iparűzési adónkból, vagyis a bevételünkből úgynevezett szolidaritás adóként az állambácsi már most azért közel 400 milliót elvesz évente, amit ő minden hónapban szépen von le. Tehát ugye ezzel is nagyon csökkentette a bevételt. Na most, ha még tovább csökkenti, és történnek olyan lépések, ami az adóbevétel drasztikus csökkenéséhez vezet, akkor teljesen újra át kell gondolni az egésznek a működését, tehát az önkormányzat teljes működését, és meg kell nézni, hogy akkor mi az, amit tovább fent lehet tartani, vagy nem lehet fenntartani, hogy lehet fenntartani, és akkor el kell gondolkodni olyat, én ebből nem csinálok titkot, ezt elmondtam már többször, hogy veszteségesen nem szabad gazdálkodni. Ez senkire, ez nem jó, egy család sem engedheti magának, egy önkormányzat se. Én legalábbis ezen vagyok, és mondtam, hogy akkor meg kell vizsgálnunk azt a lehetőséget is, hogy mi van azzal, hogy esetleg működtetését a Szent Borbála Idősek Otthonának átadjuk olyan üzemeltetőnek, akik már voltak is itt és kérték régebben is, meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget. Nem ez most a cél, nem ez a cél, de meg kell vizsgálni, ugyanúgy, mint ahogy itt van most, ugye azt mondtuk a tóval is, hogy én legalábbis azon voltam, hogy amire milliókat kell költeni, az
maradjon meg, de ne úgy maradjon meg, hogy költsünk rá milliókat, akkor meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy kiadjuk, odaadjuk valakinek bérbe egy pár forintért esetleg. És ő tartsa fent, amik kint vannak hozzá a önkormányzatnak az épületei, meg a technikai eszközei, minden, annak viselje gondját, a lakosság ugyanúgy igénybe veheti továbbra is, mert ugye ez alap, és akkor ne nekünk kelljen milliókat rákölteni a tónak a működtetésére, hanem hát, ha egy magánember azt jobban tudja csinálni, mint mi. Vagy hát vállalkozóra gondolok. És jelképes összegért kell odaadni. Na most ugye vannak még itt, amik nem jöttek össze az elmúlt hosszú-hosszú előző évek alatt sem, hogy ott volt a telephely, ugye a non-profit telephelye, hogy annak bizonyos bérbeadása, vagy ott vállalkozások kialakítása. Hát ez is porondon van, meg kell vizsgálni minden lehetőséget, azt, hogy miből lehet a bevételeket finanszírozni, mert úgy egy önkormányzatnak nem szabad csinálni beruházásokat, hogy egy napelemparkot saját önerőből megvalósítok, ami az életben nem fog megtérülni az ára, mert akkor elavul, tönkre megy, mire kitermelni az árát. Szóval ezt a mai napig se értem, hogy ez miért ilyen döntés született, miért így döntötték, de hát ez van, most már ez megvan. Ugye annak örülök, hogy ott volt az iskola felújítás, Szent Borbálába is azért ugye jelentős pénz belement, mert nagyon nagy összegbe került, azok az elrontott beruházások, meg a kivitelezések, amik az épületnek az elmúlt 10 évébe keletkeztek, tehát ez meg mind olyan dolgok, hogy ezekhez hozzá kellett, és ezek sokba kerültek. De annak örülök, hogy mondjuk az energetikai felújítások az iskolánál megvalósultak, még ha jelentős pénzösszeget kellett is hozzátenni, reméljük lassan lezárul, és azért csak korszerűsödik, és mindjárt infrastruktúrálisan jobb lesz, és ugye kevesebbe kerül a fenntartása. Nagyon szépen köszönöm, hogy így otthonodban is időt szakítottál ránk, további sok sikert és kitartást, erőt kívánok a képviselői munkához. Én is köszönöm a lehetőséget, és bízom benne, hogy jobban fogunk tudni előre haladni. A lehetőségeket mindig figyelembe fogjuk venni, és arra fogunk törekedni, hogy ebbe a kisfaluba meglegyenek azok a dolgok, amik megvoltak eddig, amennyiben a lehetőségeink engedni fogják. Köszönöm. Ballók István 1977. május 24-én született Miskolcon. Általános iskolai tanulmányai után középiskolát a Miskolci mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskolában végezte. Érettségi után a Miskolci malomüzemben dolgozott 1999-ig. Ebben az időszakban 1998 és 99 között töltötte sorkatonai szolgálatát is. 1999. május 22-én nősült meg és költözött Berentére, mivel felesége születése óta itt él. 1999-ben a MÁV ZRT-nél helyezkedett el, aminek az egyik jogutód vállalatánál, a MÁV Start ZRT-nél a mai napig dolgozik. Jelenlegi ügyeletes tiszti munkakörét Miskolcon a Tiszai pályaudvaron 2010-től tölti be. 2000-ben megszületett a lányuk Tekla, majd 2002-ben a fiúk, Márk. Most mindketten középiskolások. 2015-től havi rendszerességgel szervezi és vezeti barátjával együtt a berentei természetjárók egy- és kétnapos túráit a határainkon kívül és belül, ami minden elfogultság nélkül településünk legjobban működő civil kezdeményezése. 2019-ben az önkormányzati választásokon bejutott a berentei képviselő testületbe, ahol a gazdasági pénzügyi bizottság tagjaként tevékenykedik. Köszöntöm Ballók István képviselő urat, köszönöm, hogy otthonodban fogadtál bennünket. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogyan látod az elmúlt fél évet, hiszen fél éve vagyunk a választások után. Szeretettel köszöntöm a berentelyeket, titeket is itt. Hát a választások után egy fél évvel jó sűrű volt ez a fél év. A választások utáni első időszak az ugye elsősorban itt a non-profit Kft. Átalakításával telt, költségvetés készítése, sok olyan beruházás történt az elmúlt időszakban, amit az előző képviselőtestület indított el, a energetikai felújítás, az iskola, óvoda,
vagy a művelődésházban, nem az orvosi rendelő és a Szent Borbála idősek otthona. Szent Borbála idősek otthonában volt egy fűtésfelújítási projekt. Ez is az első időszakban fejeződött be. Patakmeder lefedés, kettes üteme. Tehát a nagyságrendben ezek voltak az első időszak, meg a költségvetés, de talán azt mondtam is. A második időszak az a koronavírusról szólt. Sajnos azóta nem üléseznek a bizottságok, nincsenek testületülések. Polgármester úr konzultál velünk e-mailben, telefonon, néha összejövünk, de gyakorlatilag most ő gyakorolja a bizottságok szerepét is, meg a képviselőtestet szerepét is, tehát egy személyben dönt mindenről. Az egyik legnagyobb horderejű kérdés a választások után talán a település gondnokságnak az átszervezése. Neked mi a véleményed erről? Miért volt erre szükség? Úgy gondoltuk, és ebben talán szerintem a testület teljesen egységes volt, hogy elsősorban azokkal a feladatokkal kellene foglalkozni, ami szorosan a településhez kapcsolódik, a közterületek karbantartása, a közintézmények karbantartása. Nem gondolkozunk profit termelésben, nem akarunk állatokat tartani. Ez nem kötődik az önkormányzati feladat ellátáshoz. Igazából ebbe az irányba akarjuk a település gondokságot tolni, és ezért nem volt már annyira szükség a non-profit Kft-re. Ráadásul egy drágán működő szervezet volt, ugyanis ugye, a vezetői bérek, felügyelőbizottságok bére, adminisztráció, ez több tízmilliós tételt jelentett, és ezt nem szerettük volna tovább fenntartani. A másik nagy port kavar dolog választások után az, hogy valahogy úgy alakult, hogy sokkal kevesebb pénz áll rendelkezésre. Választások előtt ugye erről nem nagyon lehetett hallani. Mi erről a te személyes véleményed? Ugye 2020-ban körülbelül 1 milliárd forinttal kevesebb berente költségvetése, mint 2019-ben. Az előző év ugye választási év volt, körülbelül 1 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások is egyébként, tehát a napelempark, akkor az előbb említettem a közintézmények energetikai korszerűsítése, aszfaltozás, patakmeder lefedés, a gerendaház, szintén az most fejeződött be, ugye az is az építése már ebben a ciklusban. Nem is tudom még milyen, de tényleg akkor egy közel 1 milliárd forint értékben beruházott Berente, ami jó egyébként, mert ez itt van Berentén, tehát ezt a berentejek használhatják majd, a berentejek járnak az új úton, de meg az előnyeit is a berentejek látják ennek, csak ez elég sokba került. És ez egy 1 milliárd forintos összeg volt körülbelül, amit az előző testet erre költött. Kimondhatom nyugodtan, hogy az egyik legnagyobb élharcosa a megújuló programnak, az te voltál, és a választási kampányodban is többször utaltál erre, azonban a választások után sajnos ezt megszűnt. Mi erről a véleményed? Nagyon tetszett ez a... illetve nem tetszett. A megújuló Berente program az egyik legjobb dolog volt, ami eddig történt szerintem Berentén az elmúlt 20 évben. Nagyon sajnáltam, hogy kimaradt belőle a valódi megújulás, tehát sem napelemet, sem napkollektort, sem hőszivattyús rendszert nem támogatott ez a pályázati rendszer. Én ezt hibának tartottam, nagyon szerettem volna, ha ezt átdolgozva tudjuk tovább csinálni. Sajnos erre pénz nincs. Az éven biztos, hogy nem is lesz. Nagyon szeretném, ha jövőre lenne, még hogyha csak egy pár száz millió forintot is esetleg bele lehetne ebbe tenni, mert és azt mondjuk, hogy a ciklus végére mondjuk a berentei ingatlanok nagy része mondjuk használjon megújuló energiát. Ezt nagyon szeretném. Neked vannak tapasztalataid az árról, és arról, hogy milyen hozadéka van egy ilyen mondjuk napelemes rendszernek. Szerinted milyen összeg lenne az az ideális, amit mondjuk egy-egy lakos megpályázhatna? Például, akkor maradjunk a napelemnél, hogy ebben az esetben milyen összeget látnál? Szerinted fontosnak, amit az önkormányzat adhatna támogatásként vagy hitelként? Ugye hitelként ad az állam is, tehát az egy most is elérhető konstrukció, hogy 10% önerővel kamatmentes kölcsönhöz jusson bárki, aki ilyet szeretne. Na most az önkormányzati megújuló Berente programban 20% önerővel mentek ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy a 2,5 millió forint az itt is elég lenne. Tehát egy olyan napelemes rendszer kiépítésére, ami
ami egy, mondjuk a mi esetünkben egy 4-tagú háztartás, de már ez 4 felnőtt szinte bőven fedezi a villamosenergia felhasználásunkat és a fűtésnek körülbelül a felét állja, tehát éves fűtési költségünk felét, ezt egy ilyen 2,5 millióból meg lehet csinálni. Tehát 2 millió forint plusz 500 000 a 20%. Úgy gondolom, hogy ez elegendő lenne erre is. A közösségi oldalakon rendszeresen látjuk, hogy próbálod tájékoztatni a lakosságot, gyakran szélmalomharcot vívsz ezekkel, de nem adott fel, amit innen is nagyon köszönünk a többi lakos nevében is. Hogyan látod itt a közösségi médiát, vagy az emberek tájékoztatását, vagy tájékozottságát? Ugye ez egy olyan csatorna, amit viszonylag könnyen el tudok érni, mert ugye, te is tudod, műszakban dolgozom, tehát nincs mindig arra időm, hogy én itt a faluba beszélgessek. Most a koronavírus miatt amúgy is ez nagyon be van korlátozva, tehát sem lakossági fórumot, sem képviselőfogadó órát nem lehetne tartani. Más módját én nem nagyon tudom, amivel ilyen könnyedén el tudnám érni a berentélyeket. Ezt én fogom is továbbra is csinálni, én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. Én sajnálom, hogy az önkormányzat ezt a csatornát nem használja. Volt erről szó, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy ezt nem használjuk, kimaradunk a honlapnál és a Berente TV-s képújságnál. Ha jól tudom, akkor ugye évek óta tartó küzdelemnek sikerült mostanában pontot tenni a végére, ugyanis közreműködésednek is köszönhetően több vonat áll meg Berentén, mint az elmúlt időszakban. Igen, ez a... Te is tudod, hogy már hát, talán 10 éve is, vagy amióta nagyon lecsökkentették a Berentén megálló vonatok számát, azóta az önkormányzat nem igazán lépett ez ügyben. Most tavaly sikerült az előző edzővel, Soltész Balázs edzőra néhány levélváltást eszközölni a Mástartal is, meg a KT-vel, és ennek következtében most 6 vonatpárral több áll meg Berentén. Én ezt fontosnak tartom, hogy egy települést el lehessen érni buszon kívül, autón kívül vonattal is, főleg úgy, hogy itt van mellettünk a 92-es számú vasútvonal. Ez Berentének pénzébe nem került, ez ennyibe került ebbe a néhány levélbe, amit írni kellett. Semmi más. Az elmúlt években volt szó egy közös autóbusz és vonat megállóhely létesítéséről is, ami a jelenlegi busz megállóval egyben kerülne kialakításra, és gyakorlatilag akkor a vonatokról történő fel- és leszállás a busz megálló felőli oldalon történne. Én úgy tudom, hogy ez anyagiak hiányában nem valósult meg. Mesélj nekünk erről. Ugye az előző testület is tett már ez ügybe lépéseket, akkor állítólag ez nagyon drága lett volna, tehát ilyen 60 milliós beruházás lett volna, amit ráadásul én úgy tudom, hogy akkor csak Berentének, vagy Berente fizette volna ki. Na most a Anilinüzem építése miatt ez szerencsénk is, hogy a munkába járást megkönnyítendő, az állam egyébként támogatja a közösségi közlekedést, és most talán jó esély lesz rá, hogyha elbontják a életveszélyes felüljárót, ami a jelenlegi vasúti megállóhelyre vezet, akkor talán egy kulturáltabb vasúti megállóhelyet sikerül ilyen borsodkemes, vasútas berentés közreműködésbe összehozni a busz megálló helyén, ahol most is a busz megálló van, és akkor egy közös perorról lehetne igénybe venni mind a két szolgáltatás buszt is, vonatot is. Az országos médiában gyakran elhangzik, hogy az állam igaz már több éve, de most talán hatványozottabban foglalkozik a települések iparűzési adójával. Hogyan látod te ezt a dolgot? Most ugye a Gödi esetre célzol, ahol a Samsung nagy beruházását ilyen különleges gazdasági övezetté nyilvánította az állam. Ugye most kormány döntésekkel ezt meg lehetett tenni a koronavírus miatti veszélyhelyzet bevezetésével ezt most a kormány eldöntötte. Hát van rá esély, hogy más településeken is ilyen kiemelt, vagy ilyen különleges gazdasági övezetet hoz létre, de ez Berentének tragikus lenne, ugye az iparűzési adó elvonása miatt ez igen érzékenyen érinteni az önkormányzatot. Én nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Így is elég súlyos elvonások vannak, ugye az éven 400 milliós szolidaritási adót kell a településnek fizetni, ez a magas helyi adó bevételek miatt van,
ha ezt nem lenne, gyakorlatilag semmi problémánk nem lenne. Tehát a Berentei költségvetés így is stabil, de akkor meg aztán csodás lenne. Ha valami jogból kifolyólag mégis megszűnne ez az ipörőzési adó, akkor véleményed szerint milyen olyan szükséges korszerűsítésre, átszervezésre lenne szükség, hogy ezt a hiányt kigazdálkodjuk? Hát ha a teljes ipörőzési adót elveszteni Berente, az a mi közintézményeink mellett, vagy ezek mellett a szolgáltatások mellett, amiket most fenntart Berente, ez lehetetlen lenne. Tehát ezt én most biztos vagyok, hogy ez nem működne. Az a, ugye egy közel 300 milliós szociális juttatási rendszer, ami a lakhatási támogatást tartalmazza, meg egyéb szociális, a gyermekétkeztetéstől kezdve, tehát ez biztos, hogy fenntarthatatlan lenne. Sőt, szerintem nagyon-nagyon át kéne gondolni a Szent Borbála idős otthon tovább működését, a település gondokságot, ezt nagyon érzékenyen érinteni, mert ugye az a Nonprofit Kft-ből átvett munkavállalók, aki egyébként gyakorlatilag szinte mindenkit átvettünk a vezetőkön kívül, hogy átvett az önkormányzat, de így is egy 100 milliós bértömeg. Hát én szerintem, hogyha teljesen le kell mondanunk az iparüzési adóról, akkor ez fenntarthatatlan lesz. És képviselőként hogyan látod Berente jövőjét? Nem tudom, hogy tehát annyi változó van, hogy ezt szerintem nincs ember, aki most meg tudná mondani, hogy akár a koronavírus miatt, akár ha állami beavatkozás történik iparüzési adót vagy helyi adók tekintetében, szerintem ezt nem látja senki. Most jelenleg ugye eleve történtek már lépések, hogy kicsit költséghatékonyabban működjön a település. Ez a Szent Borbála idős otthonban is némi racionalizálás történt. Ugye maga a Nonprofit Kft. Átszervezésével is azért több 10 millió forint marad a településen. De nem tudom. Tehát ez szerintem most nincs. Sem Berentén nincs ilyen ember, sem a környéken, aki ezt meg tudná mondani. Az biztos, hogy Kazincbarcikán már létszám leépítések történtek ez ügyben, ott már pályázatos munkavállalókat nem foglalkoztatott tovább az önkormányzat. Egyelőre ez Berente még meg tudta tenni. Tehát itt minden pályázatos munkavállaló 6 órában, 6 hónapban tovább lett foglalkoztatva. Képviselőként van-e bármilyen olyan terved, vágyad, amit mindenképpen szeretném megvalósítani, mondjuk ebben a ciklusban? Hát amit nagyon fontosnak tartok, ez az egy lenne, ami szerintem életbevágó lenne mindenkinek, hogy minél nagyobb számba terjedjen el ez az olcsó megújuló energia, akár önkormányzati pályázatban, akár állami pályázatban, ez gyakorlatilag mindegy, de ne függjön annyira az önkormányzattól a berentei lakosság, mert de pont ezért, mert látjuk, hogy mik történnek. Tehát ez napi szinten dőlnek el települések sorsai, akár ilyen kormányzati döntések miatt. Tehát ezt tartom a legfontosabbnak. Meg nagyon szerettünk volna a Trianon 100. évfordulójára egy emlékparkot csinálni, ez nem fog összejönni, már ez is szintén a koronavírus miatt lehetetlen. És így végezetül 6 hónappal a választások után hogyan látod, milyen a kapcsolatod a fiúkkal, a testület többi tagjával, hogyan értékeled ezt így összességében, mint képviselő? Hát én azt gondolom, hogy jó a viszony akár polgármester úrral, akár a képviselőtársaimmal. Nem, egyrészt nagyon régóta ismerem mindegyik képviselőtársamat, ugye egy részükkel együtt túrázunk. Nyilván ez nem egy ilyen, tehát nem vagyunk egységesek, tehát ki is jönnek ezek a különbségek, ugye életkorból adódóan, akár családi helyzetünkből adódóan a különbségek, testőtődéseken, de azért mindig törekszünk arra, hogy egy valamilyen közös nevező legyen, főleg olyan kérdésekben, ami azért az egész települést érinti, mondjuk a szocrendelet elfogadásánál. Ott például fontos volt, hogy azért az hét igennel történjen, nem pedig csak egy sima, mit tudom én, 4-3-an elfogadtuk volna, vagy éppen nem fogadjuk el, mert ott azért ez szinte mindenkit érint Berentén, de nyilván vannak különbözőségek. Jó a viszony szerintem, meg jól is tudunk együtt dolgozni, nincs ezzel gond. Hát örömmel hallom, hogy jól érzed magad, mint képviselő, maradjon is ez így, további sok sikert és kitartást kívánok a munkához. Köszönöm szépen, és nektek is sok sikert kívánok a Berente TV üzemeltetéséhez.
Nagy szeretettel köszöntöm Tóth István Jánosnét, akinek a nevét meg kellett tanulnom, mert én is csak úgy ismertem őt, hogy Tóthné Zsuzsi, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül ebben a faluban, hiszen az elmúlt 2 évtizedben az önkormányzatnál dolgoztál, így szerintem mindenki ismer a faluban. Köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, és itt az otthonodban fogadsz minket. Megbeszéltük, egy rövid bemutatkozást tartasz, hogyha mégiscsak lenne valaki a faluban, aki esetleg nem ismer. Szeretettel köszöntöm Berente lakosságát. Tóth István Jánosné vagyok. 1977 óta vagyok a település lakosa, akkor jöttem ide férhez. Sajnálatos módon a férjem 1991-ben elhalálozott. 2 gyerekem van, Adrien Ádám, 2 gyönyörű unokám, a nagyobbik, a Fanni 19 éves, a kisebb Dorka 15 éves. 20 évig dolgoztam az önkormányzatnál, ott voltam képviselőtestületi ügyintéző, anyakönyvvezető, és a választásokon pedig úgy gondolta a falu, aki rám szavazott, hogy bizalmat szavaz nekem, és képviselő lehettem. Hát gratulálunk ehhez az eredményhez. Ha jól tudom, akkor valamilyen pozíciót is töltesz be a testületben. Igen, igen. A Szociális Bizottságnak vagyok az elnöke. Ez októberben történt, amikor az alakulülésünk volt, és akkor lettem megválasztva Szociális Bizottság elnökének. Nem hálás feladat, elmondanám, mert szíve szerint az ember tényleg, amikor beérkeznek a kérelmek, mindig azt mondaná, úgy döntene, hogy pozitívan, de nem mindig tehetjük ezt meg. Úgyhogy van ilyen döntés is. Hogyan láttad most, és hogyan láttad a választások előtt a képviselői feladatokat? Változott-e azóta erről a véleményed? Választások előtt, ugye az nem a mi ciklusunk volt, még a régi képviselő testület. Hát ugye én tavaly januártól nyugállományba vonultam, az azelőtti évekről talán tudok beszélni, mert ott éltem közöttük. Hát ha visszamegyünk az időbe, sokan pedig ezt felrólják nekem, ha visszamegyünk az időbe, pedig a múltunk nélkül nem tudunk létezni, én úgy gondolom. Tehát az elmúlt ciklusban én láttam azért olyan ellentmondásokat a képviselő testületben, ami lehet, hogy egy egészséges vita volt, de nem mindenben mentünk előre úgy, ahogy kellene. A jelen képviselő testületén úgy gondolom, hogy egy jó kis szellemű csapat alakult ki, igyekszünk becsületesen dolgozni. Most a mostani helyzetünknek talán annyi hátulütője van, hogy a koronavírus véget, nem tarthatunk testületi üléseket, de polgármester úr e-mailben tájékoztat bennünket mindenféle döntéséről, kikéri a véleményünket, olykor-olykor összehív egy informális ülést, és ott bővebben kifejti, hogy erről vagy arról a témáról mi a véleményünk. Mint szociális bizottsági tag, rengeteg adattal készültél, nézzük meg, miket írtál itt össze nekünk, milyen információkat szeretnél megosztani velünk. Tehát 2019. 10. hó 28-án megtörtént az alakulóülésünk, elfogadtuk a szervezeti működési szabályzatot, a polgármester illetményének a megállapítását, a polgármester választást, ugye Tóth Tamás személyében, neki az illetményét, a mi tiszteletdíjunkat, létrejöttek a bizottságok. Az elmúlt ciklusban egy bizottság működött, ez a pénzügyi fejlesztés és ügyrendi bizottság, ez kibővült a mi bizottságunkkal. A gazdasági és pénzügyi bizottságnak Vár Évike az elnöke, tagja az Balló Pisti, és Ki István. A szociális bizottságnak, ugye én vagyok az elnöke, a tagok pedig is Ki István, és Sólyom Sándor. Tehát a főbb döntésünk az volt elsősorban, hogy csatlakozási szándékát fejezte ki Rudolf Telep az önkormányzatunkhoz, ezáltal megalapult Berente, Alacska, Rudolf Telep közös önkormányzati hivatal, és a székhely település pedig Berente község lett. A testület elfogadta a 2020 évi költségvetését, elfogadta a belső ellenőrzési tervet. Február 1-től megalakult a településgondnokság vezetője, Szántó Zsolt. Hát, ami tulajdonképpen engem érint, meg talán a lakosságot is legnagyobb mértékben, a szociális rendeletnek a módosítása.
Ez a lakhatási támogatás és a lakhatási kiegészítő önkormányzati támogatás. A lakhatási támogatás összege az 28.500 forint, a kiegészítő támogatásé pedig 21.500 forint. És vannak olyan ingatlanok a településen, ahol egy helyrajzi szám alatt két család is lakik, és erre is hoztunk szabályozást, hogy esetleg a fiatalok vagy az idősebb generációt ne érje hátrány, mégpedig olyan mértékben, hogy a lakhatási támogatás egy lakcíme maximum két kérelmezőnek akkor állapítható meg, ha az igénylő saját jövedelemmel rendelkezik, az ingatlan önálló bejárattal, legalább egy darab 12 négyzetméteres szobával, különálló konyhával, fürdőszobával, valamint egy közüzemi mérővel rendelkezik. A kiegészítő támogatás pedig annak jár, aki ezeknek a feltételeknek megfelel, viszont az ingatlannak a nagyságának 26 négyzetméternek kell lenni. Akinek kisebb az ingatlan, annak viszont nem jár a kiegészítő támogatás, csak a 28.500 forint. Aztán fel szeretném hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a ingatlan tulajdonosok gondoskodjanak a ingatlanuk tisztántartásáról, gyommentesítéséről, higiénikus állapotának megtartásáról. A társasházakban lévő élőknél pedig az erkélyeknek a rendbentartásáról, karbantartásáról, mert bizony ez is feltétele a lakhatási támogatásnak, hogy minden porta azért szépen rendben legyen. Aztán a kifizetésekről pár szót. Hoztunk egy olyan döntést, talán kedvezőbb azoknak, akik átutalással kérik a lakhatási támogatást, azt minden hónap 5. napjáig utaljuk, házi pénztárból pedig minden hónap 10. napjáig fizetjük ki. Tehát ez a készpénzes, ugye, a házi pénztár? Igen, igen. Tehát érdemes, akinek van bankszámla száma, leadni az önkormányzathoz, mert hamarabb oda jut a pénzéhez. Igen. És még azt szeretném elmondani, hogy ugye vannak lejárt határidejű tartozások a faluban, és ebből a lakhatási támogatásból ez levonásra kerül. Ez levonásra kerül. Aztán döntött a képviselőtestület arról is, hogy a berentei lakhelyen rendelkező idősebb ember hogyan is kerülhet be a Szent Borbála idősek otthonába, és milyen támogatást nyújt a képviselőtestület. Hát úgy döntöttünk, hogy 1 millió forinttal támogatjuk, egy vissza nem térítendő ez a támogatás, 1 millió forinttal támogatjuk a mellékívánt embereket az idős otthonba. Én úgy gondolom, hogy ez egy szép gesztus. De a másik dolog, mondom tovább, a Kazincbarcikai úszodával megkötöttük a szolgáltatási szerződést, tehát mindenki igénybe veheti a faluban az úszodai szolgáltatást megfelelő regisztráció ellenében, amihez szükséges a lakcímkártya, a személyigazolvány és az aláírásuk. Hát kérném a lakosságot, hogy minél többen vegyék ezt igénybe. Aztán licit eljárás keretében szerettük volna értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő két garázsunkat. Egyik a Balcsi-Zsirinszki úton található, a másik pedig a Gagarin lakótelepen. Hát sajnos ez a licit eljárás elmaradt a koronavírusra való tekintettel, ezt ugye nem tehettük meg, hát remélem, hogy a későbbiek folyamán szert teszünk erre. Szintén licit eljárást hirdettünk a Kandó-Kálmán út 2 ingatlanra, de hát érdeklődő híján nem sikerült értékesíteni ezt az ingatlant. Aztán hát talán egy kis tájékoztató arról, hogy beszerzésre kerültek kültéri zászlók, mert volt olyan hely, ahol ez eléredett, és ezeknek a cseréje ez megtörtént. Tehát elfogadásra került a helyi építési szabályzatunk.
megalkotásra került Berente község építési szabályozásáról szóló rendelet. Ez nagyon hosszú folyamat. Visszamehetünk 4-5 évre, elhúzódó, és hál' Istennek most mi pontot tudtunk tenni a végére. A beruházási támogatást a lakosság ugyanúgy igénybe veheti, mint ahogy eddig tette, 2 millió forint erejéig első lakáshoz jutók támogatása az él, és módosításra került az intézményi érkezési térítési díj rendeletünk is. Én ezt pár mondattal ismertetném, hogy hallja a lakos is, hogy mennyibe kerülnek a térítési díjak. Szent Borbála idősek otthona napi térítési díja étkezéssel együtt 3525 forint, étkezés nélkül 2412 forint, napi háromszori étkezés 625 forint, szociális étkezés 323 forint, nappali ellátás étkezés kivételével ugye az 0 forint, házi segítségnyújtás díja is 0 forint. Az érkezési térítési díjaknál 5 sáv volt, fizetési térítési díjaknál 5 sáv volt meghatározva, mi lecsökkentettük ezt 3 sávra, mégpedig ez úgy alakult, hogy a 28.500 forint alatt az érkezési térítési díj 313 forint, 28.500 forinttól 71.250 forintig 469 forint, és 71.251 forinttól pedig 625 forint. Az óvodai és gyermekétkeztetés az 0 forint, tehát azért nem kell fizetni. Tehát ennyit a térítési díjakról, és a bizottságnak pár mondattal ismertetném a munkáját. Tehát ugye októberben megalakultunk, és októbertől december 31. napjáig mondanám, hogy 348 kérelemmel kapcsolatban hozott döntést a bizottság. Lakhatási és lakhatási kiegészítő támogatás ügyében 4 esetben megszüntető határozat, 320 esetben megállapító határozat, és 14 esetben pedig elutasító határozat született. Rendkívüli települési támogatások ügyében 10 esetben megállapító és 3 esetben elutasító határozat született, és 1 esetben pedig természetbeni juttatást állapítottunk meg. Ez volt a 19 év. A 2020-as évben pedig ugye januártól 31-ig, március 31-ig állapítottuk meg a támogatási formákat. Itt 381 kérelemmel kapcsolatban hoztunk döntést, a lakhatási támogatásoknál 1 esetben megszüntető határozat, 356 esetben megállapító határozat, és 14 esetben pedig elutasító határozat született. Rendkívüli települési támogatások ügyében pedig 11 esetben megállapító határozat született. Azért még azt el szeretném mondani, hogy a bizottságnak volt egy olyan döntése, hogy a koronavírusra való tekintettel mi is éltünk, ugye a fizetési moratóriummal, tehát akinek lejárt határidejű tartozása áll fenn a önkormányzatnál, ezt július 31 napjáig megszüntettük. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kerül levonásra a tartozás. Próbáljuk ezzel is segíteni a lakosságot. Hát, ennyit talán a munkáról. Képviselőként van esetleg olyan álmod vagy terved, amit mindenképp szeretné megvalósítani? Hát igen, álmai mindig vannak az embernek. Gondolatai lehet, hogy egy kicsit csapongóabbak a kelleténél, hogy ne lenne, persze lenne, tehát a képviselői munka mellett nyilván, hogy az becsülettel szeretném végezni. Persze tudjuk, hogy van, aki elfogadja, van, aki nem, van, aki bírál, van, aki azt mondja, hogy hú, de jó mindent, de ezt el kell fogadni, ez ezzel jár. Tehát közszolgának szegődtünk, én úgy gondolom, bírni kell a kritikákat is, hogy mi az álom, vagy esetleg valami cél. Hát már én még a megválasztásom előtt gondoltam egy olyanra, hogy látva, hogy a településünk
azért széthúz, nincs közösségi élet. Az emberek egy kicsit fenntartással vannak egymás iránt. Hogy közelebb kellene hozni az embereket, tudjuk, hogy ezt jelen esetben nem lehet megvalósítani, mert nem lehetünk csoportokban. Lásd, ugye május 1-e se lesz, mert nem tehetjük meg. De én azt szeretném ilyen fakultatív program keretén belül, hogy lehetne egy olyat kezdeményezni, hogy emlékezzünk, hogy hogy is volt. Hogy is volt. Én gondoltam egy olyanra, hogy idős embereket kellene megkérdezni az ő életükről, az ő múltjukról, ide születtek Berentére, hogyan éltek, hogyan ismerik Berente múltját, mert valljuk be őszintén, a mai generáció nem hiszem, hogy sokat tud arról, hogy mi is volt valamikor mondjuk egy fonóban, vagy hogy is éltek az egyszerű emberek. Tehát ez egy útmutatóként, vagy elgondolkodtatóként kellene létrehozni a fiatal generáció számára, hogy ismerjék meg a Berente múltját. Mert azért látjuk, hogy Berentének a lakossága zömében el van idősödve. Tehát amíg lehet, tanuljunk tőlük becsületet elsősorban, tisztességet, és mutassunk példát a fiataloknak, hogy egyszerű módon is lehet élni. Talán ez. Képviselőként hogyan látod Berente jövőjét mondjuk az elkövetkezendő 5-10 évre? Hát én bizakodó vagyok. Bizakodó vagyok, nagyon remélem, hogy ez ugye sok mindentől függ. Függ attól, hogy mennyi bevételünk lesz. Nagy-nagy mértékben elsősorban ettől függ. Ugye tudjuk, hogy a kormánynak már volt egy intézkedése, hogy a gépjármű adót be kellett szolgáltatni a közösbe. Nagyon reméljük, hogy nem nyúl tovább, de ez olyan kiszámíthatatlan. Tehát amíg van bevételünk, amíg adózónk van, én úgy gondolom, hogy nincs veszélybe Berentének a jövője. Még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye te az Esze Tamás utca főtér felüli végén laksz. Igen. Választások után minden egyes falu részében volt egy ilyen kicsi, pici, adhok jellegű falugyűlés, ahol én magam voltam az a gonosz, aki szóba hozta az Esze Tamás utcai gyorshajtóknak az ügyét, és itt, hogy most ülünk az interjú alatt, és gyakran tapasztalom, hogy bizony itt nálad is borzasztóan lecsapódik a zaj, hiszen itt fékeznek, illetve itt nyomják padlóig a gázt a faluból kifelé vezetők, hogy hogyan látod ezt a problémát? Hát bizony, én is szenvedő alanya vagyok, tényleg ez így van, mint ahogy itt az Esze Tamás úti lakosok mindannyian. Ezt tapasztaljuk, látjuk, hogy bizony nem figyelnek a gyorshajtók igazán semmire. Gyerekek vannak az utcánkban, tudjuk nagyon jól, nem lehet mindig egy pici gyerek kezét fogni, esetleg kiszaladhat. Például tegnap előtt volt egy informális, hát egy ilyen nem is informális megbeszélésünk, és ez szó volt a sebességkorlátozásról, hogy a falu elejére ki kellene ezt tenni, hogy be kellene tartatni ezeket a szabályokat. Én úgy gondolom, előtte vagyunk, és meg fogunk mindent tenni, hogy ezt a forgalmat itt lekorlátozzuk. Csak ugye, ha képakoljuk mondjuk a 30-as, 40-es táblát, ez vonatkozik az egész településre, lehet, hogy sokaknak ez nem tetszene, viszont biztonságot adna. A por, az mindig jelen van, te is tapasztalod, hogy azért itt megy a zömeforgalom, azt mondhatjuk, hogy ez az Esze Tamás út, a fő út nekünk, úgyhogy hát próbálunk, mindig próbálunk valamit tenni ennek érdekében. Természetesen nem lehet egy kalap alá venni minden autóst, azt viszont tudom, hogy a polgármesteri hivatal elé zebra készül, ugye erről készítettünk korábban felvételeket, talán ha máshová nem is, erre a szakaszra érdemes lenne kitenni a 30-as táblát, mert még akkor is gyakorlatilag egy 40-es tempóig nem fogja őket megbüntetni a rendőr, viszont sajnos tapasztalom, hogy gyakran 80-90-es tempóval is közlekednek egyes autósok, és van köztük sajnos berentei lakos is. Tehát akkor a zebra után várható, vagy esetleg itt sebességkorlátozás? Nem várható. Én szerintem várható. Azon vagyunk, hogy azért ezt megszüntessük. Ehhez ugye közös döntés kell, de én reménykedem abban, hogy ez sikerülni fog.
többi képviselőktől is megkérdeztem, hogy milyennek érzi a viszonyát a többi képviselőtársával, illetve polgármester úrral. Szerintem nagyon jó a viszonyunk. Nagyon jó a viszonyunk. Kommunikálunk egymással. Én úgy gondolom, hogy tiszteljük, becsüljük egymást, tehát azon vagyunk, hogy ne húzzunk szét. Ezt egyáltalán nem tapasztalom jelen helyzetben. Úgy gondolom, hogy tartjuk a kapcsolatot egyikünkkel, másikunkkal, megbeszéljük, hogy te hogy látod a dolgokat. Nyilván más, amikor ott vagyunk a testületi ülésen, és akkor természetes, hogy a beszéd azért sokat jelent, vagy látod a másiknak a mimikáját, hozzászólását, de jelen helyzetben ezt tudom mondani, hogy ez egy jó kis csapat. Remélem, hogy ilyenek is maradunk. Tehát szeretném megköszönni, hogy otthonodban fogadtál minket, és ha jól tudom, készültél búcsúzóul egy nagyon szép idézettel. Hát nagyon rövid, az előző gondolataimhoz kapcsolódik, hogy a múlt, jelen és a jövő legyen ez támpont mindenki számára. Okuljunk a múltból, éljük a jelent, és a fiatalok ki a jövő, és ahhoz kapcsolódóan szeretnék búcsúzni egy Babits Mihály idézettel, mégpedig az, múlt nélkül nincs jövő, és minél gazdagabb a múltad, annál több fonalán kapaszkodhatsz a jövőbe. Köszönöm szépen a riportot, jó egészséget kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Vári Éva, 31 éves berentei lakos. Gyoma Endrődön született, szülei jelenleg is itt élnek. Tanulmányait a Rózsahegyi Kálmán általános iskolában kezdte, majd később a Kner Imre Gimnázium nyelvi előkészítő osztályának tanulója volt. 2009-ben a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz BSC szakos hallgatója lett. Ugyanebben az évben költözött Berentére párjához, amikor egyetemi tanulmányait megkezdte. 2014 és 16 között a Berentei Közös Önkormányzat hivatal munkatársa volt. 2016-tól az Union Pump Kft. Irodai adminisztrátora. 2018. februárjában megszületett kisfia, Árpád. Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, ezen kívül francia, továbbá kínai nyelvet tanult, és megismerkedett a kínai kultúrával, a Konfúciusz Intézet jóvoltából az egyetemi tanulmányai alatt. Érdeklődik a természettudományok és az informatika iránt. Szabadidejében szívesen sportol, kedvence a hosszú táv futás és a különböző kirándulások. Szívesen gyűjt ásványokat, valamint segíti a különböző alapítványok munkáját. Nagy szeretettel köszöntöm Vári Éva képviselőasszonyt. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy annak idején októberben miért indultál el a választásokon? A 2019-es önkormányzati választásokon én úgy gondoltam, hogy kellő kitartást érzek magamban, és erőt, hogy gyakorlatilag valamit én is tegyek a közért, és hogyha lehetőségem van rá, akkor előrébb, egy előre mutatóbb irányba mozdítsam el ezt a települést, és gyakorlatilag ez volt mindennek a mozgatója. Itt én megpróbáltam a kampány során gyakorlatilag úgy felépíteni ezt az egész tevékenységet, hogy az egyetemi éveim során tanult dolgokat felhasználtam, itt elkészítettem egy SWOT analízist, amelynek a lényege az volt, hogy ugye a települést lemértem abból a szemszögből, hogy mik az erősségei, gyengeségei, miben látok veszélyt, illetve lehetőségeket. És az alapján készítettem el egy egészen átfogó elemzést, és úgy voltam vele, hogyha csak a fele megragad abban, azokban az emberekben, akik indulnak, akkor nekem már nyert ügyem van, hiszen lehet, hogy egy átfogóbb, belátóbb politikának lehetek gyakorlatilag legalábbis az alapját én tudom szolgáltatni ennek. Ifjú hölgyként hogyan sikerül itt a férfiak nagy csapatában megküzdeni az álmaidért, a terveidért? Igazából nem kell nagyon megküzdenem, tehát nincsenek úgymond véremenő harcok, itt 7 különböző emberről van szó, különböző korosztályokból gyakorlatilag, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját véleménye, a saját rálátása a dolgokra, ez előrébb viszi teljesen a történetet. Másképp gondolkodunk, ezt el kell fogadni, én fiatalabban másképp, mint mondjuk az idősebb képviselők, de ez abszolút úgy gondolom, hogy előremutatóbb.
és így születnek a legjobb ötletek gyakorlatilag, pontosan abból adódóan, hogy nekem más a világszemléletem, mint mondjuk egy idősebb képviselőnek. Nagyon hadakoznom, én úgy gondolom, hogy nem kell, most még a képviselőtestület is, én úgy gondolom, hogy megpróbál maximálisan együttműködni, és gyakorlatilag azt tartjuk fontosnak, hogy a településünket védjük, előrébb mozdítsuk itt a dolgokat is. A képviselőtestületben pénzügyi bizottságnak vagy az elnöke, így ilyen jellegű kérdéseket szeretnénk neked majd feltenni. Elsőként is, hogy hogyan állunk ma 2020. május elején Berente önkormányzata, hogyan áll pénzügyileg, milyen anyagi helyzetünk van jelenleg? Tint a bizottsági munkával kapcsolatban szeretném először ugye ezeket az iránymutatásokat tett nekünk a megválasztás után, illetve a megalakulás után. 2019-ben 3 ülésünk volt, 2020-ban pedig 4. Itt nagyjából a feladatunk a képviselő testületi ülések anyagainak, előterjesztéseinek a megtárgyalása, véleményezése volt. Ezután jött ugye 2020-ban a költségvetés tervezése. Ezt már annak függvényében tettük meg, hogy gyakorlatilag 2020. januárjában érkezett egy állami számvevőszék általi véleményezés, amiben leírták, hogy az önkormányzat által ellátott feladatok, itt a kötelező és önként vállalt feladatokról van szó, ezeknek a finanszírozási struktúrája, az önkormányzat gazdálkodása nem biztosítja a feladatok ellátásának a hosszú távú fenntarthatóságát. Tehát tisztázzuk, hogy ez 2017 évre vonatkozik, nem pedig most? Így van, ez 2017 évi évet vizsgált le. Ekkor már ezt a problémát feltárták, ezt most 20-ban ugye mi meg is kaptuk, ennek függvényében és a tavalyi költségvetés függvényében próbáltunk megtervezni egy nagyobb összeggel a költségvetést. Ezt persze csupán előirányzatok, tervszámok, a költségvetés minden évben módosul. Ezeket a gazdasági folyamatok most különösen a járványügyi helyzet is befolyásolni fogja. Választások előtt nagyon sok beruházás zajlott településünkön, azonban választások után mégis azt hallottuk, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés pénz áll rendelkezésre Berentén. Így gyakorlatilag... Tehát azt tudom elmondani, hogy megválasztásunk után ugye mi kértünk egy átfogóbb rálátást. Ugye itt többen, ma csak azt mondom, hogy teljes testületi váltás történt, tehát itt 7 főből 5 gyakorlatilag teljesen új befutó volt. Itt azért nekünk is képbe kellett kerülnünk számszakilag a dolgokkal, főleg ugye a pénzügyi bizottságnak. Itt elmondható az, hogy történt egy nagyobb összegű feltöltésünk, egy nagyobb összegű pénz került az önkormányzat számlájára, viszont gyakorlatilag a beruházások, amik folytak, azok még nem voltak kifizetve. És gyakorlatilag a tartalékunk sem volt már meg. Tehát azt a 19 évben feloldották, és ugyanúgy a beruházásokra belett tervezve. Itt gondolok az iskola felújításra, gondolok itt az útfelújításokra, tehát ezek mind-mind nagyobb összegű beruházások voltak, amik nyilván ezeket az összegeket gyakorlatilag felemésztették. És akkor ebből kifolyólag mi realizáltuk azt, hogy lehet, hogy most úgymond nagyobb összeg van a számlán, de gyakorlatilag a beruházások közül rengeteg még nincs kifizetve, és ezeket figyelembe véve realizáltuk ezt a problémát. Beszélgetésünk előtt szóba kerültek az önkormányzat, illetve a településünk területén előforduló vadkárok. Ha jól tudom, ezzel kapcsolatban is van mondani valót. Tehát lakossági megkeresések felém is érkeznek, közösségi platformokon is megtalálható vagyok. Itt a vadkárral kapcsolatban, illetve itt akkor megemlítem, hogy a gólyák védelmében is már lakossági megkeresések történtek.
az egyeztetések elkezdődtek, illetve a panaszok beküldése kerültek a hatóságnak, és akkor itt várjuk a visszajelzéseket gyakorlatilag. Tehát ez nem egy ilyen lefutott dolog. Folyamatban vannak, visszajelzésekre várnak. Én ezeket a dolgokat, tehát minden ilyen lakossági, akár e-mailben, mert az elérhetőségeim, telefonszámom, e-mail címem fent van a település honlapján, tehát elérhető vagyok abszolút. Attól függetlenül gyakorlatilag, hogy nem posztolok túl sok mindent mostanság a különböző közösségi platformokon. Ezeket én a jegyző úrral kooperálva, tehát én neki továbbítom ezeket, együttműködő, tehát abszolút segít nekem, segíti a képviselőtestületi munkámat, és továbbítja ezeket a panaszokat, tehát nem félváról kezelve, és azt mondom, hogy ez egy előremutató, úgymond együttműködésnek az alapja. Ugye te itt laksz az Esze Tamás utcában, és kisgyerekes anyukaként számtalanszor láttalak tolni babakocsit a jártánkon, illetve végig az utcán. Mi a véleményed neked, mint lakosnak az Esze Tamás utcában zajló közlekedési morálról? Gyakorlatilag ez egy igen kényes kérdés, ugye, mivel tehát én is tapasztalom, hogy rengeteg a gyorshajtó. Ez még azt mondom, a gyerekvállalás előtt annyira nem is zavarta az embert, de már most azért különböző biztonsági intézkedéseket mi is megtettünk gyakorlatilag, hogy a kapun a gyerek ne tudjon kijutni, mert bizony vannak olyanok, aki a kanyarban nagy gázt ad, és akkor nálunk már azért érzékelhető, hogy biztos nem 50 az az 50. Itt kialakításra kerül majd a hivatal előtt egy zebra. Én nagyon remélem, hogy ez is egy visszaszorító elő lesz ezeknek a gyorshajtásoknak a kezelésénél, illetve azt is tudjuk nagyon jól, hogy ott van az a járdasziget kialakítva, a forgalomlassító a falu elején, de igazából úgy gondolom, az egy elhamarkodott dolog volt, tehát lehet, hogy nem oda kellett volna tenni, mert ott még rendben van, hogy lassítanak, viszont mire felér ismételten a kocsi, addigra már biztos nem 50 az az 50. Tehát veszély van mindenféleképpen ezekben. Tehát én is realizálom azt, hogy nem tartják be nagyon sokan. Persze vannak, és maximálisan megértem, tehát vannak azok a sofőrök is, akik gyakorlatilag végigmennek 30-an a falun. Itt egy-két emberről van szó, akik folyamatosan. Pénzügyi bizottság elnökeként kiemelt figyelmet kap munkátok és a munkád. Nagyon sok kritika érkezett szerintem az önkormányzat részére a BIO működésével kapcsolatban és az ott alkalmazott térítési díj emeléssel kapcsolatban. Erről mondj nekünk néhány szót, Léci. A köztudatban a BIO-nál ugye az van kint a lakosság körében, hogy ez egy nagy pénznyelő intézmény, amiben az önkormányzat kooperál. Én ezt úgy látom, hogy lehetne fejleszteni, akár pénzügyileg is. Itt nagyban közrejátszott a térítési díjemelésnél, hogy 2017-ben volt utoljára emelve, és az előtt is éveket meghaladott az emelés. Viszont azt soha nem vették figyelembe, hogy itt a munkabérek emelése, illetve a különböző gazdasági tényezők, így például az élelmiszer, a rezsi, tehát mindennek az emelkedése nem követte a térítési díjak arányos növelését. Itt most egy drasztikus 10%-os emelés volt, pontosan azért, hogy valamilyen szinten egy picit előrébb mozdítsuk az intézményt, hiszen úgy munkabért, ami ugye az emelése kötelező volt, mert a kormányzati politikát is figyelembe véve ugye ezt meg kellett adnunk a munkásoknak, ezt nem követte arányosan a térítési díj emelés sem. És ez az egyik befolyásoló tényező, tehát itt muszáj volt egy picit gyakorlatilag behatást gyakorolni az önkormányzatnak, ez a testületen múlik, ennek a térítési díjnak az emelése. Mi úgy gondoltuk, hogy akkor az intézményt megpróbáljuk
helyre billenteni, és akkor ezeket a folyamatokat figyelembe véve előrébb mozdítani a gazdálkodásukat. Nyilván itt felülvizsgáltuk azért a kiadási oldalt is beláthatóban, tehát itt akár a vásárlások, vagy az energiafelhasználást illetően, tehát mindenben egy picit gazdaságosabb működésre törekszünk. Ebben partner az intézményvezető is, illetve én nagyban támaszkodtam például az ő ajánlására, mivel a térítési díjakat őket kértük fel. Tehát magát az intézményvezetőt, hogy dolgozza ki az ajánlását, ő mit lát reálisnak. És azt mondtam, hogy nekem nem kell szociális szakembernek lennem, mert azért alkalmazunk intézményvezetőket, hogy gyakorlatilag ők ismerik, látják az intézmény működését, ők teszik meg az ajánlásaikat a testület felé. Én a mai napig azt mondom, nem kell mindenhez értenünk, azért állítunk intézményvezetőket minden projektünk élére, hogy ők beláthatóban gazdálkodjanak. Képviselőként van-e olyan terved, álmod, egyéb dolog, amit szeretné mindenképpen megvalósítani a ciklusban, vagy akár a jövőben? Itt a választásokkor én rengeteg mindenen ötleteltem, és rengeteg lehetőséget láttam. Tanultam abból is, hogy az a Békés-megyei település, ahonnan én jövök, Gyomaendrőd, ők rengeteg pályázaton vettek részt, és vesznek részt, beruházásokat csinálnak, és ezeknek a pályázatoknak a kihasználása keretében például a helyi általános iskolában ilyen okos bútorok kerültek beszerzésre, beállításra. Én azt mondom, hogy ezzel is gyakorlatilag lehet, tehát én ezt akkor nagyon támogattam. És azt mondtam, hogy igen, Berentén is el lehet ilyet képzelni. Nyilván most már kisgyermekes anyukaként úgy gondolom, hogy a gyerekek, akikért szintén ugye tenni kell, én ezt a kampányom során meg is fogalmaztam, hogy a gyerekek jelentik számunkra a jövőt, viszont az idősek fektették le ezeknek az alapjait, és ők is minden tiszteletet, segítséget megérdemelnek. Nekem gyakorlatilag az volt a politikám, hogy segítsünk az embereken. Itt akár a gyerekeknek, ha ezt a szemléletet ragadjuk ki az egészből, akkor itt az ötleteimet, tehát nincsenek a mai napig elfelejtve, hogy én akkor miket ötletelgettem, tehát itt a bölcsöde, a játszóterek felújítása. Én még azon is ötleteltem, hogy ilyen kelengye csomagösszeállítása a születendő gyermekeknek. Tehát amennyiben lehetőségem nyílik rá, én ezekkel elő fogok hozakodni. Nyilván itt volt a testületnél egy megválasztás után egy ilyen körút. Te is tudod, hogy ugye minden utcát összehívtunk, és ott többször felvetődött a bölcsöde kérdése is. Tehát rengeteg olyan szülő van például, akik szeretnének visszamenni dolgozni. Saját tapasztalatom az, hogy a 25 ezer forint gyes az gyakorlatilag kevés ahhoz, hogy normálisan minden körülményt megteremtve a gyerekednek fel tud nevelni, az alatt az egy év alatt még kapod. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy családbarát munkahelyen dolgozom, tehát én viszonylag hamar visszakerültem a munka világába, amikor nekem a kisfiam betöltött a 6 hónapot érész munkaidőben, visszamehettem dolgozni. És gyakorlatilag ezt nem minden szülő engedheti meg magának, viszont a gyermekfelügyeletet sem tudja megoldani, mivel mi már az a korosztály vagyunk, akiknek a szülei, tehát a nagymamák, nagypapák még dolgoznak. És itt ebből kifolyólag a bölcsődét forszírozták itt nagyon több kisgyermekes család, illetve én azt mondtam akkor is, hogy egy kicsit vállalkozás barátabb politikát kell folytatnunk. Én ennek a híve vagyok, tehát itt a területeinket is, amik ugye most felszabadultak, tehát itt gondolok itt a non-profit KFT után a
Marhatelepnek, volt ott Mangalica telep is. Ezeknek a területeknek a kiadása, bérbeadása, amiből szintén, tehát mi már azzal nyertünk gyakorlatilag, hogy nem kell ezeket a területeket gondoznunk. Hogyha más gondozza helyettünk, és még bevételt is realizálhatunk belőle, azzal mi gyakorlatilag előrébb vagyunk. Illetve ha van olyan épületünk, ami ipari tevékenységre alkalmas, akkor meg kell ragadni a lehetőséget, és ezeket is kiadni, és ebből is bevételt realizálni. Hát így legyen, én ezt kívánom. Sok sikert, kitartást és erőt kívánok a képviselői munkához. Köszönöm szépen. Köszöntöm Tóth Tamás képviselő urat, interjú sorozatunk következő alanyát, és nagyon örülök neki, hogy ragaszkodtál hozzá, hogy itt kint a Szabadidő Parkban megépült csodaszép faháznál készüljön ez az interjú, ugyanis ez az előző testület egyik vívmánya, és ez most került átadásra. Mondanál nekünk néhány szót erről a faházról? Köszönöm a szót, üdvözlök én is mindenkit. Igen, én ragaszkodtam ez a helyszínhez. Hát ez a faház, ez a záró ciklus, előző ciklus záró aktusában valósult meg. Az átadás már erre a ciklusra húzódott át. Voltak kritikák, nyilvánvalóan, de szerintem még lesznek is. Én azért akartam, hogy mutassuk meg, hogy mennyire jól sikerült ez a beruházás, ne csak kívülről, hanem belülről is. Én úgy gondolom, és az előző testület is úgy gondolta, de ahogy látom, ez a testület is úgy gondolta, hogy ez a faház méltó ehhez a környezethez, ez a Szabadidő Parkhoz. Mert ugye mindenképpen abban gondolkodtunk, hogy a természethez kapcsolódóan, szóval a beton nem jöhetett szóba, csak a faanyag. Ennek a háznak a megvalósulásáról mondj nekünk néhány szót. Hát eznek a házak a megvalósulásáról annyi, hogy 2019-ben jött ez napvilágra, amikor elkezdődött itt a rendezvénypark úgymond rekonstrukciója, ha mondhatjuk így. Ez bár majd, ha megmutatjátok, az látni is, ez még nem fejeződött be. Én szeretném, ha ez tovább fejlődne, de szerintem a lakosság is, vagy a lakosság nagy része is ezt szeretné. És akkor fogalmazódott meg bennünk egy, azt hiszem május vagy augusztus 20, pontosan nem merem mondani, az lesz, hogy május 1-e után, hogy a rendezvénysátorok nem elégítették ki azokat a rendezvényeket, amiket az önkormányzat biztosított. A másik pedig az, hogy esős időszakban a rendezvény az egy kicsit átment ilyen sártaposásba. A sátrak nem bírták, stb. De nem ez a lényege, és akkor beszéltünk róla, hogy akkor konténert kellene hozni, vagy valami olyan fix dolgot, ami tényleg itt marad, és akkor meg lesz a helye, megtervezhetve, stb. Legyen benne mellékhelység, mosdók, öltözők. És akkor utána a képviselőtestület elkezdett ezen, úgymond tovább gondolt ezt a dolgot, hogy mégsem egy konténer, ami hozzátesz, hogy konténer sem olcsó, bár nem hiszem, hogy egy konténert kellett volna ide tenni a erdő mellé. És akkor jött ez a faház dolog. Ezen több képviselő dolgozott, a KFT-vel kalörtve, akik ugye megcsinálták az infrastruktúra első alapjait, ugye vár a víz, szennyvíz, az alapot, a parkolót, és akkor elkezdték ezt kilakítani, és utána jöttek be az árajánlatok, ami 35 millió forintról szólt, az volt a legkedvezőbb. Hozzáteszem, ez fél évig, 6 hónapig tartott az árajánlatok bekérése, addig is csúszott ez az egész beruházás, mert nem nagyon akarták ezt vállalni, elég rövid volt a határidő, a másik pedig az, hogy van, aki egy évre, és a képviselőtestület nem a gerendaházzal kezdte, hanem a rönkházzal, ami amúgy kettőször ennyibe került volna. És azt hiszem a vége megvalósítása 40 millió forint lett ennek a faháznak. Az eredeti tervek úgy szóltak, mármint a beltére vonatkozóan, hogy ott gipszkartonfalak lettek volna, és vállalkozóval, már úgy tudom, a mostani polgármesterünk, ő tárgyalt, vagy ő is tárgyalt velük, de a képviselőtestület egy pár tagja is, hogy mégsem az legyen megvalósítás, hanem hogy falambira, hajópadló falambira, de ez látni nagyon-nagyon jó sikerült. Én maximálisan örülök is, örülök, hogyha a nevemhez fűződik ez. Gondolom az előképviselő tagja is örülnek annak, hogy a nevükhöz fűződik. 19 októberében a választásra jogosultak közel 52%-a szavazott rád, ami nagyon dicséretes, és gratulálunk. Közel 10 éve vagy képviselő testületi tag Berentén, ez nagyon komoly pályafutás és felelősség. Hogyan látod az elmúlt 10 évet Berentén? Hát hol kezdjem? Hát a választásra kezdem, akkor igen, az 51, majdnem az 52% a szavazott bizalmat nekem. Nagyon szépen köszönöm ezúttal is. Bár úgy gondolom, akik bizalmat szavaztak nekem, azok a mai napig is köszönnek és tartjuk a kapcsolatot. Szóval, hát akkor kezdjük az elejéről. Én itt születtem, Tőzsdekeres Berentei vagyok.
és nyilvánvaló ismerek úgymond a település 90%-át, mert azok, akik nemrég költöztek be, azokat személyesen, személyes kapcsolatom nem alakult ki, vagy valakivel igen, van, aki pedig ezt nem igényli. A lényege a dolognak az, hogy 19-ben, mikor ez a választás, őszi választás elindult, a település egy része változást akart. Én úgy gondolom, sőt, én mindig fenntartom azt, hogy ha valakit megválasztottak, akkor azt valamiért megválasztották. Bizalmat szavaznak felé, bizalmat szavaztak a mostani testület képviselő tagjaira, polgármesterére, és hát nyilvánvaló, hogy én is hozzátartozok ehhez a körhöz. Mikor 2010 őszén indultam a önkormányzati választáson, akkor ambiciózusan ugyanúgy, mint most indultam, fiatalítani akartam az akkori képviselőtestületet. Rengeteg ötletem volt, ami úgy érzem, hogy a mai napig sem enyhült, vagy nem találom a szavakat, de nem langyult, teljesen mindegy. Aha. És hát minden önkormányzati testületben volt valami jó, pozitív és negatív. Én szerintem ez a történelem ismétli önmagát, ez mindig is így lesz. Az emberek, akik bekerülnek, főleg az újak, azok általában újat akarnak. Lehet, hogy az újat akarják hozni, lehet, hogy egy kis szigorúsággal is akarják hozni ezt az újat, hogy majd én megmondom. Ezt hozzáteszem, most a saját példámból indulok ki, nem bárkit megbántva, de én is úgy indultam, hogy én meg akartam mondani, én tenni akartam, én ezeket a dolgokat nem láttam jól, stb. De tanulva az elmúlt évek talán hibájából, rengeteg minden dologgal úgy, vagy szinte mindennel úgy kezdek, hogy utána nézek. Már most nem szaladok bele fejjel a falnak, hanem mindennek utána nézek. És akkor, mert akkor sok minden a felszínre kerül. Én úgy gondolom, egy jó testületnél, ha körbejár, mindenki is van információ, áramlás, vagy van kommunikáció a testületi tagok között, a polgármester, a jegyző, mind a önkormányzat dolgozói között. Ha áramlik az információ, akkor egy képviselő 50%-ba felkészült. Mellette nyilvánvaló azokból a dolgokból, amire éven aktualitását, vagy aktuális, azokból fel kell még pluszban készülni. Ez az előző testület képviselő testüléseken, ez meg is látszott, hogy úgy mondjam, hogy lehetett látni, hogy ki mennyit szólt hozzá, van, akinek nem volt véleménye. Én azt megmondom őszintén, én nem tudok, hogy képviselőnek nincs véleménye. Az ne legyen képviselő, aki szűt. Az emberek azért szavaztak neki bizalmat, hogy ő mint egy szócső továbbadja a véleményeket. A felkészülés abból, amit éppen tárgyal a képviselő, az pedig a másik 50%, az nagyon-nagyon fontos. Hogy minden testületnek volt jó szakasza. Én úgy gondolom, hogy a testületek, az előző és az azelőtti testület is, most így visszagondolva, és még nem akarok beszélni erről a testületről, akár úgy, de lakosság barát volt. Szem előtt tartották mindig, volt jó, volt rossz, de mindig szem előtt tartották a lakosság igényeit. Bármilyen támadás is érte őket. Ez a mostani testületre is úgy érzem, hogy most kialakul, hogy jobban belelátnak azok a képviselők, akik újonnan kerültek be, és utánéznek dolgoknak, talán meg is lepődnek, hogy ez nem így van, vagy nem így működik, vagy ez, vagy mi a tevékenysége egyetlen egy önkormányzati fenntartású intézménye, mi az a tevékenység, amit ő végez, mennyire fontos ez a település lakosainak, és akkor ez így lesz kerek. Hogyha ezt tartjuk, és tartják, és tartom én is magam, úgy a lakosok véleményét szem előtt tartva, igényeit szem előtt tartva. Nyilvánvalóan hozzáteszem, 100%-ú biztonság nincs, mindenki igényét nem lehet kielégíteni, de én, mint lakos is tudom mondani, hogy a legfontosabb az, hogy a település rendezett legyen, az infrastruktúra 100%-ban megfelelő legyen, az, hogy életű legyen. A karbantartás, a gondozás nagyon fontos, amit látom, hogy most el is kezdték, és úgy gondolom, hogy jó kezekben van. Ennyit szeretnék. Azért nem szeretnék annyira előrevetíteni, mert most pont napon az időszakban vagyunk, hogy kicsit korlátozó van még a, úgymond a képviselők jogköre is, mert ugye már most minden a polgármester kezében, minden döntés a polgármester kezében van, de ez időszak is le fog záródni, és akkor új erővel lehet, úgy gondolom, a munkát folytatni. 10 éves, mondjuk így szakmai múlttal, hogyan látod a településünk jövőjét az elkövetkezendő 4-5 évben? Én úgy gondolom, hogy a település elindult a fejlődés útján, nem is fog megállni.
A beruházásokkal kapcsolatban ebbe az évben szerintem ettől eltekinthető a nagyobb beruházások. Azokat a beruházásokat végig lehet vinni, amik átalakítás, bontás vagy önerőből, úgymond önerő munkaerőből meg tudunk oldani, vagy meg tud oldani a település gondokság. Jövőre volt tekintettel, mint egy stratégiát fel kellene állítani, fel kell, hogy állítsa a képviselőtestület az, prioritásokat élvezve, hogy mik azok a beruházások, amiket úgy meg szeretne valósítani. Csak egy egyszerű példát mondok, én mikor képviselő lettem, ott a Toldi, én a Toldi utca végén lakok, és akkor ott nem volt jó közvilágítás, soha nem volt karácsonyi dísz, nem volt jó a járda, az aszfalt. Én mióta ott lakok, ezt én mind végig lobbiztam a képviselőtestület felé, nyilvánvaló nem csak azon a térségen belül lakókat, vagy nem csak az én szektoromban lévő lakókat, hanem mindenhol vonatkozóan végig. Én úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell, nincs olyan település, amit ne lehetne még szépíteni. Itt egy kicsi megosztásom, mert a beruházások azok általában betonfelülettel kezdődnek, és mindig fogy a zöld terület. Viszont ezt már fordítanunk kellene. Most több zöldet kellene. Ugyebár elkezdődött a bevezető, Berente bevezető, Esze Tamás bevezető úton a fásítás a Borsodkemmel karöltve. És akkor erre plusz ők még grátis rátettek 3-4 sofán. Ami nincs baj, sőt, ezt úgy gondolom nekünk a másik oldalon ugyanúgy folytatni kellene. Aztán volt egy olyan kezdeményezés megint a Borsodkem jóvoltából, ami az Y-fogadóban történt, 90 csemete ültetése. Hát most meg lehet nézni, nagyobb a gaz, mint a csemete. Szóval nem az a gond, hogy csinálunk valamit, csak utána azt tartsuk karban. De szerintem jó gazda módjára egy ember is így van a saját otthonában, ha valamit megépít, akkor azt próbálja megőrizni nagyon-nagyon sokáig. Nem az, hogy megépítettem és házat fordítok neki. Bár a fűvágás is ilyen, a fű az nő, azt pedig le kell vágni. Itt a szabadidőparkban számtalan terv született, voltak a régi testületeknél ötletek, boppája és egyéb, illetve ami nagyon sokaknak tetszett, a hegy tetejére egy kilátó. Hogy áll ez a történet? Nagyon-nagyon örülök, majdnem elfelejtettem a kilátót. Hát igen. Ez Kocsis képviselő, vagy akkori alpolgármester úr vetette fel ezt a kilátó dolgot, ami a hármas határa lett volna tervezve, ez a mezőrőkkel karölt onnan belátják, stb. Na, ezt tovább gondolva, a tervezővel én voltam ki, azért merem ezt így mondani. A hármas határa kilátóját tovább gondolva, itt a falu végén, a volt kötélpálya fogadónál, fenn a gerincen, oda is lett egy terv készítve, az már a turisztikának szólt az a terv. Egy az, hogy gépenről meg lehet közelíteni, gyalogosan is, a másik pedig onnan aztán végképp mindent be lehet látni, de a másik legfontosabb dolog, hogy nem csak a mezőröket szolgáltam ki, ugyanúgy aki a lakosok, a turisztikai látványosság, hanem ott van Berentének a 12 hektáros erdeje is, amit ugyebár illene őrizni. Szóval egy csapással, vagy több mindent megoldottunk volna. Ez tervezési szakaszban volt, a tervek azt hiszem bent vannak az önkormányzatom. Én még nem láttam a terveket, de biztos, hogy ez most nem került terítékre, nem tudom, hogy ez a képviselőtestület erre fogékony-e, de én bízom benne amúgy, mindenképpen bízom. És hozzáteszem, ez egy faszerkezetű, ez is egy faszerkezetű kilátó lenne. A szabadidőparkkal kapcsolatosan rengeteg rendezvény volt itt, vagy inkább kezdeményezés, ami nem egy-két évet élt túl, esetleg hármat. Nehéz is. Ugye az emberek igényeit kielégíteni abban, hogy mindig fesztivál jelleggel kint legyenek, minden korcsoportot megérinteni, ugyebár aki a gyerekekkel, idősebbekkel, középkorosztály, stb. Az szintén nehéz. Van, akinek ez nem jó, van, akinek az nem, van, aki ezért nem megy ki. Hát én úgy gondolom, én csináltam itt 7 évig egy többet magammal egy rendezvényt, ami ugyebár ebben az évben amúgy sem valósítottott meg, de nem is akartuk ebben az évben. A kormányrendelet sem engedte, a másik pedig már változtak a sport versenyszabályai. Úgyhogy jövőre volt tekintete, ezt nem remélem mondani, hogy megrendezzük itt, mert már lassan be fogjuk építeni és már kinőjük ezt a területet. Bár, hogy lesz lehetőség, akkor én neki futást úgy gondolom meg fogok tenni ez ügyben. Rengeteg embert felölelt ez is, ez most nem csak Berentére vonatkozóan, hanem a környezettelepésen, külföldről, ez egy nemzetközi verseny volt, a sajtóhíre nagyon-nagyon jó volt, Berente felkerült a térképre, ott például az automotorsportban azért a 4x4 magazinban megjelentünk, stb. Úgyhogy pár ennek is voltam visszhangja, hogy tönkretettük az erdőt, holott tisztítottuk például az Kazibalcik erdőbirtokossággal, nagyon jó viszonyú, hogy körülnek nekem, mindig kitisztítjuk az utat ezáltal.
itt a Berente erdőbirtokosság vezetőivel, erdőbirtokos tagjával ugyanígy szintén nagyon jó viszony tisztítjuk. A visszatérve én úgy gondolom, itt akartunk egy lovasugrató versenyt, ami nem tudom miért nem valósult meg, pedig ez alkalmas lett volna rá, de talán bízom benne, hogy meg fog. Motoros találkozóra volt esély, ott megkeresés volt, azt több ízben is, autós találkozókra is volt. Hát én úgy gondolom, hogy kicsit megerőltetjük magunkat, és nyitottabbak leszünk még ezekre a dolgokra, akkor az kell. És attól függetlenül, hogy ez egy zsák település, úgymond kell, hogy átjáranak rajta, hogy kell, hogy megismerjék. És én úgy gondolom, nagyon szép. Én szeretek itt lakni, úgyhogy az én elfogultsággal beszélek. Én, aki ide jön, aki elmegy a tóhoz, vagy ismerőseim, vagy család, aki nem horgászik, de csak a szabadidőt tölti, vagy szalonnácsüt, bármit, az mindig pozitívumokkal tér vissza. Én csak jót hallok. Ha bejön a település, és sem mondja azt, hogy ez hú, meg há, és nem mondja azt se, hogy hova lett az a sok pénz, hanem azt mondja, hogy szépülnek a házak, rendben vannak az utak, az ilyen látja, a mozgódás, a főtérrel kapcsolatosan rengeteg kritikát kapott az előző képviselőtestet, volt ez egy 10 éves tervet valósítottunk meg, hozzáteszem, nem gond, és nekem az is tetszik, és én úgy gondolom, az emberek belakják. A testület nagy része új tagokból áll fel, új csapat verbuválódott, milyen a viszony a többi új képviselővel? Hát én úgy gondolom, hogy normális a viszony a képviselő testület tagjaival, mindenki a normális, szakmai viszony van, szakmai. Csak az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva, szakmai viszony, ennyit tudok erről mondani. Említetted az előző testületet és a vitákat, ugye most alpolgármesteri pozíciót töltesz be, amiből szívből gratulálunk, viszont az előző testületben sokszor vitáztál, nem értettél egyet, de sokszor viszont igen a mostani polgármesterrel. Milyen most a munkakapcsolat? Én úgy gondolom, hogy jó a munkakapcsolat, és ez abszolút nem változott. Ez mikor engem alpolgármesternek javasolt, és a képviselőtestület megszavazott, hozzáteszem cson nélkül, ezt mi le is fektettük egymás között. Mert én mondtam, én arra tudtam felesküdni nála is, hogy én a település fogom szem előtt tartani. Település lakosait, érdekeit, stb. De ezzel nem volt vitánk, mert ő is ugyanezt gondolja, így úgy gondolom, hogy nem. Nem mondom azt, hogy mindenben egyetértünk, de ez nem is baj. Mert lehet, hogy ő nem ért velem egyet, és elmondom, hogy így gondolom, és akkor jön az, hogy menjen körbe az a dolog, és akkor rágjuk meg jól. Vagy ő mondja el nekem, vagy ő. Ezt meg így gondolom, én meg gondolom, vagy meg más gondolataim vannak, hogy így is lehetne, vagy úgy is, vagy finomítani lehetne rajta, vagy stb. És akkor én még mindig ezt fenntartom, a párbeszédnek van ereje, én úgy gondolom. Úgyhogy a maga kapcsolat jó. Na hát ez szívből. Örülök és gratulálok. Na, hamarosan elver minket az eső. Remélem, hogy folytathatjuk. Nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte interjút, és sok sikert és erőt kívánok a további munkához. Én köszönöm még egyszer. Köszönöm. Az imént látott adásunk felvételei 2020 április végétől május elejéig tartottak. A legközelebbi adásunkban Nyeste József polgármester úrral készült interjút láthatják. Polgármester úrnak nagyon sok mondani valója van az önök számára. Szeretnénk friss, naprakész és teljes körű információkkal szolgálni. Ezért azt egy különálló adásban fogjuk elkészíteni. Kérem kövessék videó és YouTube csatornánkat, hogy azonnal értesülhessenek feltöltött adásainkról. A Berente TV elérhetősége berentetv2@gmail.com. Köszönjük a figyelmet, további szép napot kívánunk önöknek!